Halló, halló! Figyelj! Halló! Halló, halló, halló! Én kérek elnézést a csúszásért. Most nem, mújóra kell. Nem én. Yeah, buli van! Olyan dolog, olyan dolog, hogy hú, a tökötöket le kéne nem és azzal kéne megfolytanom titeket, hogyha megtudnátok, hogy mi ez. Vállalható. <laughs> Úgy gondoltad, hogy a fifikának a tökét vágjuk le, és azt a fifika szájába toljuk le, és neked elmondom utána. Például. <laughs> ez tökre humánus. Zsír. Uh, még, jó, mink? megvannak még a macskáid? Ne lennének meg, miért kérdezed? Hát, mert én is kíváncsi lennék arra, amikor elmeséli a Charlie, hogy a tetorkodon lenyomta mind a... Hány, hány cicád van? Kettő. Kettő. Uh, lenyomta a két két cicát, és még utána küldte a sodrófát. <hállt> Milyen emberek vagytok ti? <hállt> ha ezt Claire meghallja. meghalja. Tabuk, ha ezt Claire meg, Cicák tabú? Ja, neki Nek... ez egy ilyen fét is tudod ez a macska. Nálunk Innek is nem. kettő van, de én mondjuk annyira nem vagyok velük jóba. Lehet, és... hogy azok ilyen bufurcicák és nem haverkodnak. Na mi történt? Mi történt veletek múlt héten a macska idomítás után? Helyett? Hogy mi? De próbáltam egy kicsit többet mondani, mint alanyállítmánytárgy, tárgy, és ráfűztem még, hogy mi történt veletek múlt héten macska idomítás után elvesztetted a fonalat. De akkor így kérdezem, és mi történt veled múlt héten? Így már értem. Fakje. Yeah. Azok után, hogy ugye ott csúsztál a, a, az adásból becsatlakozással, és azóta mi történt Igen. veled? Pont velem belem kezdjünk, aki mindig sosem tudja, hogy. Mi Persze, az mert az az aztán őző. tudod, Persze, mindig, mikor beszélünk, majd... akkor mindig belefűzünk. Így van, így van, majd belepofázunk menet közben. Nem probléma, Krisztián, kezdjed. Én a Krisztián. Hatalmas szervezések után péntek reggel 8 óra 10 perckor ott áldogáltam a fővárosi törvényszéken, hogy beadjam a kereseteket ugye az Egyesület meg a jó magam nevében is. 8 óra 15-kor nyitott, kiúztam a kis sorszámomat, én voltam a 150-es sorszámú, és oda volt írva, hogy az ön előtt várakozók száma nulla, úgyhogy ezúttal nem bíztam a véletlenre a dolgot. Hajnalba keltem, és nem Én voltak, is nem is voltak előtted meg. kigyúrt kopaszok, akik... É, épp mondani akartam, hogy akár népszavazási kezdeményezést is indíthattál volna, hogyha ott vagy. Ha ott vagyok, de nem ott voltam. Nem, nem voltak előttem kigyúrt kopaszok, meg azért megnéztem minden fejet, hogy hát ha a gyógyszeripar ügynökei ott leselkednek minden sarkon, de nem, nem leselkedtek. Vagy, not, úgy, vagy hogy... esetleg Ildikó a mutató ráhúzva egy ilyen kis koton tudott, hogy már pedig a glicerin az végbélbe való. E, ilyen e, nagy, transzpa e, nagy transzparenssel a e, 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 e. Mi van? Mi az? mi az? Igen, mi van? Mi nem van? tudom, mi e, volt ez az e, ő... ő. Ja, az egy másik ez egy másik Ildikó. Ez egy másik Ja, na igen, igen. Őt a kultúrába szántam egyébként. De tudod, a név kötelez. Ö. igen. A, ez volt velem, ami izgalmas volt, meg izgalmas még, hogy képzeljétek el, most már egy hete varivoltos készüléket használok. Micsoda! Nextet, igen beújítottunk egy, hát ugye egy a 20 -a előtti tankoljunk be a készülékekből is dologból, ezt a 60 wattos uh, e, szerettem volna még begyűjteni egyet, de pont nem volt, úgyhogy megütötte a szememet a pikó, mint olyan. hogy beújítottunk egy-egy pikót még kingával, és ezt nyüstölöm, és azóta beújítottam még ráadásul még egy, hogy hívják ott is eh, rá, az elemér típusú volt És ez, ez mai tesztelés nem olyan 80-20-as, de a 100%-os végélevest is viszi. Fifika. Melyik, melyik betét van benne Krisztián? CLR. Kilóg belőle a vatta, vagy nem kilóg belőle, belőle. belőle a vatta. Jó. Itt a világ vége. Krisztiánnak <coughs> vari vattos készüléke van. Egészen elképesztő, és ultra brutál 13 vatton pergetem a dolgokat. Hű, hű, Én már se látok odáig. <coughs> Ilyenek történtek, kérlek szépen velem a héten. Na, én annyit tudok mondani, hogy most uh, az előző adásban mondtam a fogorvos szagát. A... Nem. A szagáról nem beszéltél. Nagy, de hülye vagy. Hogy, mert hogy ö, akkor volt az, az szerintem adás után volt, vagy a tököm se tudja már, hogy, hogy annyira sok volt éjszaka a meló, hogy elaludtam. Ö, nem, nem, nem beszéltél, mert Krisztián mondta, hogy ő túl van rajta, te meg még előtte volt. Ja igen, igen. Na, azt úgy képzeljétek el, hogy háromra volt időpontom, és fölkeltem ö, három óra húszkor. Uh, mondom, ezt nagyon elbasztat, Charlie. Gyorsan hívom a, a asszisztensnőt, hogy mondjál valamit nekem. Semmi gond, semmi gond. Vannak előtted hárman és Árpi még nem ért be, tehát egy, az a hárman az azt jelenti, hogy ha háromkor ott lett volna a fogorvos, akkor is még három ember előttem van. Ó, mondom, ez nagyon parád, és akkor van idő magamhoz térni, bebútolni, mikorra menjek. Azt mondja, hát inkább rácsörgök, ha indulj el. Jó, hát tökéletes. Na, ha ehhez képes nézzük, akkor 9 óra 20-kor jöttem ki a rendelőből. Tehát a 3 óra és a 9 óra 20 között van egy ilyen gyenge 6 óra 20 perc. Ezt sikerült abszolválnom. Úgyhogy Úgy, hogy fél hétre mentem oda végül is. Fél hétre mentem oda. Most már nincs amalgám a számban. És jön a, jön a fogkő, polír, fehérítés, és, és ennyi, de hát kikértem most már a CD-imet, hogy bármi van, akkor fölbaszom az agyamat, akkor máshoz is el tudjak menni, mert ez, ez én nem tudom ezt így, tehát idegekkel nem, nem megy ez nekem. Ez egyre bizarrabb. Ez a... És, hogy földobjam, Kálvária. egy kis boldogsághormont termeljek saját magamnak, kuzi nyomdokaiba léptem, és beszereztem beszereztem egy olasz kerékpárt. Úgyhogy innentől kezdve, aki egy ilyen bruttó 120 kilót lát elrobogni az úton, zihálva, az én vagyok. B a a biciklivel. Hozd, hozd meg velünk az árát, légy szíves. De minek? Hogy utána majd azt mondjátok, hogy ez is valami izéből volt, a ilyen közpénzből, meg a faszom tudja? Egyébként nem volt. Apple bicikli. Nem, 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 nem. Ö, akinek mond valamit, az, az, az el tudom neki mondani, ez egy Villier típusú olasz kerékpár. Egyébként, ö, és ö, nem vittem túlzásba, tudom, hogy hol a határ, 190 ezer forint volt a, a bicikli. Pénzből már vehetél volna 5 svincsepel biciklit. Azt Krisztián kérlek, te csak hiszed, ugyanis a, a néztem a Csepel is, és ugyanez lett volna 140 ezer forint mikor utoljára csvincsepelt vettem teljesen mezei city bike ot az 40 ezer környéken hát, volt. Én egy, én egy hagyományos drótvázas kerékpárt néztem a, a, a Royal is, tehát legyen előváltó, hátulváltó, mert én nem ilyen fixi huszár vagyok, és ugye ott, ott a legnagyobb bajom nekem az volt azzal, hogy ez egy acélvázas build for a lifetime, de akkor is acélvázas, ez nem mentem el a karbonig, ez csak egy sima aluvázas bicikli, de hát azért a súlyban azt lehet érezni, Úgyhogy ez volt, azóta kerekezgetek, természetesen ö, nem úgy, mint, ö, mint ö, Kuzi, hogy napjába eltekerek Záhonytól Győrik kétszer, de, de a sportolásra most rámentem, úgyhogy jön a jó idő, jaj, és vet. Menj rá. Már mire? Te nem já, menj rá fréje. a sportolásra. Úgyhogy tegnap ö, beszereztem, mert nekem volt ilyen tető csomagtartó a kocsihoz az gyárilag járt, két tárolót vettem, vagy kerékpár hordozót, ez a túle faszom tudja micsoda, azt fölpattintjuk, majd az asszonynal elgurulunk valameddig kocsival, és akkor, és akkor onnan megkerekezünk, hogy ne csak mindig ezt a környéket járjuk be, úgyhogy ö, nagy reményekkel indulok neki ennek, a, ennek az évnek ilyen <kül> kerékpár sportolás szempontjából, aztán meglátjuk, tehát nekem ennyi volt nagyjából a hetem bicajozgatás, próbálgatom, nem tudom, hogy most milyen a hangminőség, de az új effektprocesszor processzor már a torkom alá dolgozik, és látom, hogy itt nagyon, tehát ha már másért nem ezért megérte, mindenféle kis színes ledek, ahogy beszélek, így villognak jobbra-balra, jól néz ki, picit még az s játszani kell, de, de szerintem nagyon jó lesz. Játszod az eszed? Éreztem, éreztem, hogy valami magvasat rá fog fűzni ez az Isten csapása. Fiúk, ne ez, felejtsük el, ez mert nagy, más is ajánlotta, és ez nincs benne az adásmenetben, de Bécs Vépexpo. Jó? Ezt írjuk föl. Aha. Jó. Megyünk, megyünk. Mikor Ahelyik. lesz egyébként? Mit mondtunk? Júni? Júni 11-12, ha minden. Ér. Igen. Báze már a júni 1-et szabaddá kell tennem, a júni 11-2-t is akkor, de mindegy, mindegy, megoldjuk valahogy. Csap, csap, úgy is megmondod majd most valamit. Én jövök, én jövök, én jövök, én megbeszéltük múltkor, hogy 10 perc lesz a, a mi történt veled, és már 11-nél járunk, tehát rád most nem jutott sajnos idő, ne haragudj, de tudjuk, birkák meg ilyenek, oké. Okay. Na, lépjünk tovább, első téma, de, csak vicceltem. Természetesen érdekel, hogy mi van veled. Nem igaz. Ö, ne, nem igaz. <laughs> Ö, tehát csütörtökig gondoltam azt, hogy a dolgos hétköznapok azok majd így szépen eltelnek, aztán csütörtökön rám telefonált Krisztián, hogy gáz van, vagy szerda este volt Krisztián? Szerintem szerda, szerda volt. volt. Szerda este volt. Uh, és akkor uh, így elkezdtük okos, okosba megoldani, hogy hogyan kerüljön föl Krisztiánhoz az aláírt papír péntek, illetve csütörtök estig, ugye, hogy péntek reggel igen, igen. Kényelmes, kényelmesen blokkolni tudjon a bírósági órán. Hát ez nem volt egy egyszerű uh, feladat. Ezúton is köszönet uh, Dovinak a különpesti... Hú, délutáni kocsikázásért, de megoldottuk, tehát nincs előttünk lehetetlen, miközben egyébként ugye közgyűlést készítünk elő, ott van a, a napi feladatlistánk és a napi teendőink. Ugye románia az úti cél minden nap plus folyamatosan figyeljük a, a törvényeket és a, az előírásokat, tehát én már sírva tervezek likvid címkét, ezzel a 30%-os fölirattal, a kiegészítő papírral, és még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz a dobozokkal. Egyébként minden, minden rendben lévőnek látszik majd a, a többit azt úgyis adás közben még beszélünk erről arról. Megnyírták a, a birkákat, juhokat, juhokat, bocsánat. Megnyírták a juhokat. Hát szerintem pont így, amikor nyírták, akkor még ilyen, ilyen aránylag jó idő volt, aztán ahogy lenyírták őket, beköszöntött a szaridő. Úgyhogy eléggé fázósra vették. Ja igen, emlékszem, De... akkor mondtam, hogy még hagyd rajtuk a bundát, mert jön a hideg. Ja, csak uh, ugye a nyíró emberek azok itt, tudod, ilyenkor mennek, és akkor, hogyha későbbre teszem, akkor már lehet, hogy hét határon túl vannak. De uh, iszonyú módon megbirkóztak ezzel a két döggel, úgyhogy uh, nem hiába hívjuk az egyik birkának, az a beceneve, egy genya. Hát, Doktor Genya. Azt, a többször volt a nyíró fölött, mint a nyíró fölötte. Tehát az valami brutális uh, volt. Én már sajnálom, hogy nem vettem föl videóra, mert uh, rettentő komikus Youtube milliárdos lennél most. Valószínű Youtube milliárdos lennék mostan, aztán uh, csütörtökön uh, mi, mi, mi van ma? Ja nem, nem csütörtökön, hétfőn uh, este azzal értem haza, hogy mondta az asszony, hogy valami drót van a birka hátsó lábán. Hát az is egy bőrleszkót, amíg megfogtuk, odaédesgettük, leakasztottuk róla a, a régi villanypásztornak egy ilyen maradék ö, húzalába léped, de pont, pont, úgy, öcsém, hogy mintha rákötötték volna a lábára, brutális volt. Mindegy, attól megszabadítottuk, úgyhogy így azért így minden napra van itt valami kaland, és hát ugye, hogy itt is promotáljuk az eseményt, május 28-án a Dóci Művelődési Házban, az óvodások ballagásával egy időben kezdődik a Vilajpára Egyesület közgyűlése, az még egy külön fejezet lesz. Sütés, főzés, vigadalom. Ja, tehát akkor de... ez, a, ez, ez olyan, mint a fideszeknél a buszoztatjátok az embereket, te azt mondod, hogy lesz sütés, főzés. Hát tehát tüzet tudunk biztosítani, és hát a hozzávalót meg mindenki hozza. Tehát még, még nem nem tudom, hogy hogyan fogjuk megoldani, de hát nyilván itt ez egy kvázi egésznapos program lesz. Volt már kiszállást is. Foglaltatott, úgyhogy. Hajrá! Jó, hát ennyi. Urak, menjünk a témákra. Menjünk, menjünk. Jó, akkor kezdhetnéd is, mújó, a, majdnem azt mondom, hogy mújókám, a Totally wicked nek a, a cikkével, amit ö, osszál meg velünk, és én közben tekerek. Jól van, ö, mai napi. Friss fejlemény, ugye az Európai Bíróság előtt volt a totáli Wikid által indított kereset, ami szerette volna az Európai Dohány Direktívát úgy cakkumpak megszüntettetni a kedves Európai Bíróság segedelmével. Megszületett ma a határozat, és rendben lévőnek találta sajnos az Európai Bíróság a, a TPD-t, úgyhogy nem kerül megbuktatásra cakkunkak a TPD az Európai Bíróság által. Hosszasan elemezgették és bontszolgatták, hogy mi van, de igazából egyetlen egy dologra lehet lecsupaszítani az érveléseket, hogy azt találta a bíróság, nevezetesen azt, hogy azt találta a bíróság, hogy nincs aránytalanul hátrányosan megkülönböztetve az elektromos cigaretta más dohánytermékekkel szemben. Ennyi az, hogy a, a, tudományos bizonyítékok amellett szólnak, hogy az elektromos cigarettát nemhogy hogy eh, jobban, tehát így közelébe se kellene az elektromos cigarettát szopató szabályozásoknak lenni a, a dohánytermékekre vonatkozó szabályozásoknak. Ilyen nüanszokkal és apróságokkal ők nem foglalkoztak. Felmérték a helyzetet, hátrányosabban nem érinti az elektromos cigaretta piacát, mint a Duane termékek piacát a szabályozás, úgyhogy minden a leges, legnagyobb rendben van szerintük. Szerintünk nem, de hát ez egy szomorú fejlemény. Csodálatos. Úgyhogy arra készületünk, hogy az Európai Dohánytermék Termék Direktíva és az elektromos szigarettára vonatkozó 20-as Cikkely még egy darabig sajnos-sajnos velünk marad, úgyhogy a nagy tesó nem volt jobb fej, és nem nyúlt át az idióták feje fölött, hogy azt mondja, hogy mi ez a förtelmes ostobaság, kivele a kukába. De ö, nem csak náluk, ahogy olvasom itt a a, show note a Mire gondolsz? A kettes pontra. Ja, igen, hát a kettes pont az David Dorn értekezése alapvetően a, a, az egész szitu kapcsán. Menjek bele mélyebben David Dorn értekezésébe? Ne, így gondoltuk. Ja, jó, akkor bele kell olvasnom, akkor beszéljen addig valaki. Rágjátok meg a fejleményeket. Ugye azt tudjuk, hogy, hogy mielőtt a, a, a Total nem, nem Peri, ez per volt Krisztián, vagy csak egy kereset a, az európai... Hát a, a kereset indítja a pert, tehát a bíróság elé a... indul, akkor az már jó, per, igen. Jó, akkor tehát az a lényeg, hogy ugye előtte már voltak azért itt zöngék, hogy bizony-bizony hogy ez a, a dolog el fog bukni, illetve a szakértők azt nyilatkozták, hogy ők nem, nem látnak semmi, olyat ebbe az egészbe, ami mondjuk borítaná az európai előgondolkodók gondolatmenetét. Én egyébként a legnagyobb problémát abban látom, hogy, hogy teljesen összemosták a dohánytermékekkel, de minden szinten. És ez, ez itt nem áll meg, azt tudjuk, mert hogy, hogy összemossák az egy dolog, de hogy mindent úgy fognak az cigarettára szabni, mint egyébként a dohánytermékekre. Az már tisztán, világosan látszik a 2017 évi európai dohányzással összefüggő törvénykezés előterjesztéseiből. És nem lesz itt semmiféle, majd meglátjuk két év múlva, és majd esetleg enyhítünk, vagy a szabályozást másképp gondoljuk. Én azt látom, hogy itt egy folyamatosan a, a dohányipar és, a, és az e-cigaretta összefésülése folyik, ami az én gondolatmenetem szerint is egy borzasztóan kártékony és, és haszontalan dolog egyébként. Na nem tudom, David Dornba belástad én már magad. Beleástam magam David Dornba. David Dorn egyrészt megemlíti a, a TPD egyik legfrissebb kiegészítését, mert amellett, hogy a TPD egy rettenetesen rossz dolog, a fantáziája nem zárult be a tisztelt európai jogalkotóknak, úgyhogy Szinte hétről hétre tesznek hozzá kiegészítéseket. Ugye nem régiben volt az utántöltés mechanizmusára vonatkozó határozat, és most érkezett a héten egy újabb határozat, de erről majd később beszélünk, ami pontosan meghatározza a határon túli elektromos cigaretta értékesítés feltételeit, de ebben majd kis, kis vártatva beleássuk magunkat rendesebben is. És olyanokon elmélkedik, hogy hogy míg ők Angliában, ahol ugye egy rettenetesen rossz szabályozásnak egy, egy kicsit lájtosabb verzióját sikerült kivitelezni, tehát Angliában azért nem annyira brutális a, a, a TPD implementációja, nem fogott olyan vastagon a ceruzájuk, mint a mi tisztelt országgyűlési szavazó zombiainknak. E hogy ettől függetlenül, hogy náluk egy fokkal jobb helyzet lesz, így is nagyon-nagyon biztos, hogy elképesztő méretű fekete piac fog e, kialakulni és, és, e, és virágzani ilyen e, szabályozások mellett. A másik, amit, amit megpendít pedig az, hogy, e, hogy szinte száz százalék, hogy az emberek vadul tömény nikotint fognak a távok keletről rendelgetni, és az aztán tényleg baromi biztonságos és baromi jó lesz, és ez mind, mind, mind ennek a kutyaszaros, nagyon-nagyon elbaszott TPD-nek köszönhetjük, bármilyen brutális vadhajtásai lesznek az elektromos cigaretta piacának és felhasználásának innentől kezdve. Ez az a téma egyébként, amiről órákat lehetne, vagyis hát szoktunk is órákat beszélni. De ugye, hogy honnan rendelünk majd, meg mit, meg fekete piac, meg az anyám kínja, de hogy mi fog oda vezetni minket, hogy ilyenen gondolkozzon az is, aki most azt mondja, hogy út, én már pedig nem fekete piacról vásárolok, az az, az ami a hármas pontban ugye van. Megjelent több magyar hírportálon is, és uh, tovább gondolásra bedobom. A, az pedig ugye az lesz, hogy hatalmas a drágul a cigaretta. És ugye nekünk ez most egy teljesen agyfasz dolog, hogy az miért érdekelne minket, hogy hatalmas a drágul a cigaretta. Uh, viszont a, a dohánytermékeknek a jövedéki adóját azt. Uh, uh, most azt mondják, hogy a 2017 decemberében lejáró derogáció miatt kell megemelni. Tehát jövő év végéig még rá kell vágniuk 29 százalékot, három lépésben ö, fogják ezt megtenni. Ö, az első emelés az pedig, hát most azt mondjuk, hogy rögtön, de hát ez rögtön 2016 szeptemberében. Ami miatt minket ez idegesíteni kell, hogy kelljen, vagy idegesíteni kell, Na, ebből nem mi jó? Na, Tehát, nem ami miatt jó. idegeskedésre adhat nekünk ez okot, az ugye az, hogy az elektromos cigarettát is ab óvó dohányterméknek minősítik ezek a vatparasztok. Elnézést kérek mindenkitől, aki nem vatparaszt és annak minősítette. Az csak simán sútyó, gombnyomó robot, de az a lényeg, hogy és mondjuk ki megint, tudatosítsuk, hogy hiába nincs benne nikotin, az akkor is dohánytermék lesz. Így. Na, ez hogy hangzik? Elég szarul. Ö, és hogyha ha ugye az is itt lesz majd az egyik cikkben, hogy hogy az elektromos cigaretta is jövedéki körbe kerül, például itt az Enforon lehet euh, talán olvasni, nem? Nem az Enforon, euh, megkattintom akkor a HVG-s linket, ahol euh, az nekünk semmiképp nem lehet jó, hogyha vastaggal ki van szedve, hogy milyen változások lesznek, sorolják végig, és ki van emelve vastagon, hogy és jövedéki adó termék körbe kerül az elektromos cigaretta. Amit euh, még mindig nem tudjuk itthon exaktul a mértékét, hogy miből számítják, biztos nem abból fogják, mint amit a román medvéknél. Nem, nem. nem. És és akkor kiindulunk abból, hogy hogy lesz egy. Ó, mindenki csak abból induljon ki, néhány benzinkuton ki van írva, hogy és ez a benzin egy literje, hány százalék jövedéki adót tartalmaz, abból induljatok ki, fiúk. Ez lesz itt is, körülbelül és miután ez megvan, meg lesz, ezután még rápörgetik majd ezt a 30 os jövedéki adóemelést, úgyhogy úgyhogy kétség ne legyen afelől, hogy, hogy amit most sokkal lottak emberek, hogy hú, én nem rendelek külföldről, mondjuk itt külföld alatt mondjuk Angliát vagy, vagy Amerikát értek, akkor az kurva drága az a likvid. Na, ilyen likvid árak lesznek itthon is csak nem a likvidet fogjuk megfizetni, hanem az államkasszába fogjuk beletolni. Büntetőadót adót, érted, hihetetlen. Mikor az adózott terméket még egy még adó fajtával vagy adónemmel még egyszer megadóztatunk. Az Ugye a... nekem nekem ez a kapcsolatban eszméletlen sok aggályom van, az egyik az, hogy a, a dohánytermékek drágulása a, ugye mindig azt szokták mondani, hogy az az egy jó dolog, mert mert akkor majd kevesebben fognak dohányozni. Hát nem. Tehát a dohánytermékek drágulása egy mindig a fekete piac növekedését hozza magával, mert ugye egyre inkább megéri feketén forgalmazni ilyenkor a, a dohánytermékeket. Kettő, ugye ez mindig a, magával hozza azt a, a szomorú tényt, hogy majd egyre több, mondjuk nálunk még annyira nem divat, de hogy egyre több dohányboltot fognak majd kipakolni csak a cigarettáért. Romániában most volt húsvét, nem tudom, tudjátok-e, ott ortodox egyház van túlnyomó többségben, és most a, a hétvégén volt húsvét, Gyerekek egy kamionnyi cigarettát rámoltak ki három vagy négy uh, dohány nagykereskedelemből, ugye a hosszú hétvégére való tekintette. Ami több... Való tekintet. Való tekint, Ami több milli... hétvége van, menjünk lopni. Több millió euró, és olyan a profi módon csinálták az egészet. Érted, hogy amikor összeszedték a, a rögzítő eszközt, ami ugye ezek bebiztosított helyiségek voltak. Kikötötték a, a riasztókat, összeszedték a rögzítőeszközöket, ö, fölpakolták teherautóra, a kartonszámra a dohányárút, és utána poroltóval lefújtak mindent. Azt elmentek. Szevasz, Érted? a nyomat, meg egyebek, bármi. Tehát valami hihetetlen, és erre, erre kell készülni. Ha valaki elolvassa a, a nem tudom, melyik cikket raktad be, Charlie, de gondolom, hogy ugyanazt olvastuk, amiben a fekete, a magyar csempész cigarettáról van szó. Akkor az el fog csodálkozni, hogy hány millió szál megy feketén a magyar piacon, és ez még szerintem mindig csak a jéghegy csúcsa. Egyébként ugye a másik meg az, hogy a szálas cigarettáról átteterelődik egyre több ember, ugye a, a sodró, illetve ezt nem mondanám sodró dohánynak, ez a töltő dohány irányába, amivel ugye olcsóbbá tudja tenni, vagy ki tudja védeni azt a drágulást, ami a piacon be fog következni, ami egyébként is be fog, mert hogy ugye kötelező lesz január 1-től a 20 szálas kiszerelés, a 19 szálas kiszerelés helyett, tehát már önmagában az is egy drágító tényező lesz és ugyanez a sors fog várni. Azért érdemes elolvasni ezeket a cikkeket, mert amit most a dohányiparban látunk, összefüggéseket, jövedéki adó, jövedéki adóemelés, drági, drágulás, stb. Az mind a, a likvidekre és a készülékekre is igaz lesz. Tehát minél jobban fogják meg a piacot, annál inkább terelik át az embereket az ellenőrizetlen, szarminőségű, innen onnan szedett vedett uh, felé, és ez senkinek, de senkinek nem jó. Tehát ezt egy józan paraszt azt mondaná rá, mit mondaná rá azért, a a Pista bácsi? Normális. Ha, no, ez úgy hülyeség, ahogy van, érted? Szóval hihetetlen, hihetetlen. hihetetlen abszolút nem belemerülve a politikába, de hogy, hogy hemzsegnek az ilyen de... típusú döntések. Krisztián, hát ezt tesszük már hónapok óta. Jó, de hogy úgy nem de mindenféle színektől függetlenül, hogy, hogy egészen elképesztően hemzsegnek ezeknél az ostobábnál ostobább felelőtlen, átgondolatlan mindenféle felmérést és hatástanulmány nélkülöző ilyen típusú döntések, mert valamelyik elmebeteg fasz a kipattan, de tényleg valami aberrált keretének kipattan a fejéből, és jó, akkor az jó lesz, mert a Béla kitalálta, és akkor tolják át. Ez, ez egészen ijedetlen. Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy elvileg mennyire drágulnak a cigaretták, már így az elmúlt tíz évre visszatekintve is, brutálisan nőtt az áruk. És ugye ez a cigaretta áremelkedés ez sosem arról szól, hogy majd a dohánygyár vagy a trafikos fog jó járni, hanem ez mind-mind adóba megy bele büntetőadó és jövedéki adó. És euh, ugye a nagy szószólás az arról szól, hogy ez milyen faszán vissza fogja majd szorítani a, a, a dohányforgalmat. Persze, ahogy te is mondod, Fifika, a legális dohány forgalmat lehet, hogy visszaszorítja. ennek ellenére megnézzük ugye a, a, a nefi saját statisztikáit a dohányzást illetően. És ott van, hogy a felnőttek ne, nem, nem csökken a felnőtt lakosságban dohányzók aránya baromi régóta sereghajtók vagyunk, de, és, és nem kicsit emelkedtek a cigaretta árak. És ugye ott van a, a, a társadalomban is az iszonyatos szakadás, a felső és az alsó vége között <kül> szociális szempontból, és bármennyire vannak, egy nagyon nagy réteg bármennyire van leszakadva a szociális helyzetét tekintve, Továbbra is tud dohányozni. Tehát annak ellenére, hogy az embereknek baromira nincsen pénze, és annak ellenére, hogy az egekben van a cigaretta ára, ezek az emberek még mindig dohányoznak. Tehát baromira látszik, hogy ez kurvára nem működik. Tehát az a, az a cél, amit megfogalmaznak, hogy miért is van erre szükség, szemeszedett hazugság. Hát illetve gondolj, ki lehet, hogy ki lehet hozni úgy a matekot, hogy működjön, csak amit már sokszor átbeszéltünk, hogy azért tűnik úgy, mintha működne, mert ö, nem a boltba veszi meg, hanem megveszi az ukrán csempész cigit, meg, ö, meg átmegy minden héten a határ másik oldalára, és ott fogja megvenni a fene tudja milyen minőséget, mert ö, nem tudja megfizetni, nem az, hogy nem akarja, nem tudja megfizetni, de neki mindenféleképpen valahogy nikotint kell a szervezetbe juttatnia. Gen, hát. Itt sok mindennek az elve érvényesül, de hogy a, az egészségvédelem és a dohányzás visszaszorítás elve nem érvényesül ebben a kérdésben, mint tudjuk oly sok más kérdésben sem, az teljesen biztos. És hogyha ugyanezzel a baromsággal kezdik el kurogatni az elektromos szigarettát is, az aztán tényleg rettenetesen jó lesz. Hát most, ha megnézitek a portfólió elemzését, ugye ott azt mondják, hogy változik, ugye a, az ÁFA törvény és a kafetéria rendszert nem érinti, de micsoda úri emberek, baromfi húsáfa kulcs csökkentése 19 milliárd forint kiesés. Éttermi étkezés áfa 18%-ra csökken, majd 2018-tól 5%-ra, ez 8,5 milliárd bevétel kiesés. Friss figyelj, mert az UHT nem. Friss áfa 4,5 milliárd kiesés, tojás áfa 5%, 10 milliárd, és még itt ö, föl van sorolva egy pár tétel, gazdaságfehérítés, meg EKR, bazd meg mert minden az, an, an, minden az alfája és omegája az, hogy hogy bekötjük a pénztárgépet, meg az EKR-t, meg az online számlázást, meg az anyám kínját. Kezelő ez személyzet is... nélküli italautomaták bekötése a naphoz, Mert tudod, hogy egyébként ez egy olyan az italautomat, hogy bedobod a 20 és aztán meg kell nyomni egy gombot, hogy kérsz álfás, számlát. Igen, nem. És akkor, hogyha nem megnyomsz, akkor olcsóbb 10 forinttal a kóla. És akkor erre jön a jövedéki adó törvény, ugye, hogy hú, hát ez is egy sajtpapíron elfér, már nem 150 oldal, csak 65. Milyen jó lett volna, amikor nekem kellett bemagolnom és vizsgáznom a jövedéki törvénybe, hogy ha csak 65 oldal. Na nem is ez a lényeg. Ö, nem értettem egyébként. Azt mondja, dohány 2017-től zárj egy kerül majd ezekre a termékekre is, mint az alkoholos italokra. Tovább lendülve ezen. Azt mondja, hogy az elcigaretta cigaretta bekerül a jövedéki termékek körébe, a dohánytermékek jövedéki adóját decemberben ugye ö, meg kell emelni, 29%-kal kell megemelni, három lépcsőben kell megemelni, ö, és azt mondja, ez, ez nagyon off-topic, az üzemanyagok jövedéki adóját a világpiaci árhoz javasolja kötni a kormány. Azt mondja, hogy ha egy x szint alá megy a brand olaj árfolyama, akkor a jövedéki adóemelés lépé mi van? Olcsóbb lesz az olaj, ezért bazd meg, emelünk még hozzá jövedéki adót. Van. Mert. Ez, hát ez az... azért, hogy a piacon, a, a kiskereskedelmen <hül> ne változzon az ára. Érted? Hogyha olcsóbb lenne 100 forinttal, akkor megemeljük 100 forinttal a jövedéki adót. Ezt az a kormány mondja egyébként, aki annak idején, amikor ellenzékben volt, ott verte az asztalt, hogy csökkenteni kell a az üzemanyag áf, ö, jövedéki adóját, mert drága lett az üzemanyag. Most ezek a az a baj, hogy az a baj ezzel a, egyébként, hogy a fordítottját Lejebb visszük a tojás, meg a baromfiús, meg az anyám az áfáját, ami egyébként majd nem lesz olcsóbb, mert üzemanyagban ráfizetik ugyanazt, és akkor azt veszed észre a kasszánál, hogy ugyanannyit fizetsz, vagy többet. Ez igen. Tudjátok mi a, a, a durva ebben, hogy nyilván itt a, a, a csirke adó kapcsán ez a 18 milliárd, vagy mennyit mondtál, ez egy, ez egy éves tétel. 18 milliárd, ízlelgessük ezt a számot. 18 milliárd. Kurvasoknak tűnik. Hát a csirkék és 18 milliárd, egészen elképesztő. Akkor most vegyük mellé az elmúlt hetek eseményeit, amikor Matolcsi egy átlagos héten zokszó nélkül elszór 250 milliárdot. 18 milliárd versus 250 milliárd, akkor ezek a tyúkszoros 18 milliárdok mégis mi az Isten számítanak? Na ezért Sejje, nem számít az, hogy megemelték semm... 5 millióval neki, a, vagy 5 millióra a havi fizetését. Ez semmit nem számít. Így kerekítési hiba lesz. Döbbenetes, döbbenetes. Szóval ez, ez tök jó, hogy, hogy tulajdonképpen majd olcsóbban fogok tudni baromfi húst venni, minden vega és vegán ennek kurvára fog örülni, de hogy nem fognak tőle olcsóban tankolni, az meg az is biztos. Nálam, nálam ebbe, a, ebbe, a, a, dohányos cikkbe az vertek ki a biztosítékot, azt kétszer elolvastam, hogy jól olvasom el. Magyarországon fekete cigaretta üzem működött, amelyik ukrán zárjegyes cigarettát gyártott. Tehát ő gyártotta a zárjegyet a hamis cigijéhez? Igen. Hát, Ennyi. Ne ennyi. Neo, welcome to real world. Tehát, most erre mit tudok mondani? A piaci megtalálták. Megtalálták a piaci részt, igen. De bazd meg, hallod, mikor én ezt elolvastam, hogy ha olcsóbb lesz az olaj, akkor emelkedik a jövedékiadó. Zseniál. Hát, mert nem, ne, nem, 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 hogy kizökencsük itt szegény kis közembert, összezavarják, hogy itt megy jobbra, Mi? Halra, milyen szarasz, csárdi, hogy hogy 30 forinttal olcsóbban tankolsz. Hát Tök jó lesz, lesz mert, mert tudod, így útán... meg, lesz, meg lesz a balansz, hogy vagy majd minden, úgy fogják bemondani ezt a, hogy van most hétfő szerda, hogy a MOL bruttó 5 forinttal csökkentette a, a gázolaj, a benzin maradt változatlan, de a benzin jövedéki adótartalma nem változott, a dízel olajé viszont emelkedett 15 forinttal, és a kettő különbségét, és aztán elmondják, hogy természetesen a kutak áraiban lehetnek különbségek. Újra lesz, mint a vízállás jelentés. És azt jó, ne felejtsük el, hogy, hogy... A benzinvállal, jaduljának adójának várható ára ezen a héten Kedés és csütörtök között, ennyi és ennyi, péntektől hétfőig várható és azt ne felejtsük a el, hogy ha az árakat nem kell átállítani. Azt ne felejtsétek el, hogyha emelkedik az üzemanyag, akkor emelkedni fog minden. Sokkal drágában fogják fúvarozni az olcsó belfest Igen. Na, elárulok egy titkot, hogy a, az új, mit mondtunk, zárjegyen, ami a dohány termékekre kerül, már nem lesz ár, hanem rajta lesz egy kód. Úgyhogy amikor jövedéki, jövedéki adó emelés miatt emelkedik a dohányárú, akkor nem fogod azt a játékot eljátszani, hogy bestokkolsz a régi, még olcsó dohányárúból, és majd utána azon az áron tudod még adni a cigarettádat, mert reggel lesz mint a Bibliába, és lőn este, és aztán reggel. Reggel lesz, meg, lekattintod a vonalkódot, és már az új áron fogod árulni a dohányárut. Ennek ez a, az egyik értelme egyébként. Csak hogy haladjunk a, a korral. Izlelgessétek, izlelgessétek ezt a. A dolgot. Tehát uh, én szerintem ez nem, nem három lépésből uh, fog mat lenni, hanem majd lépésenként a jövő évben biztos vagyok benne, hogy többször lesz, mint kettő jövedéki adóemelés, és ezzel uh, meg fogják magyarázni, ó, hát csak 55 forint van milliliterenként az elektromos cigarettán, és az elektromos cigarett jövedéki adójához nem nyúltunk. Tehát ki fog derülni, hogy a, a 2000 forint kör, körüli likvid egy, egyre jobban fog állni a, a, a dohányárúhoz képest. Érted. Na lépjünk. Ott van, amiről Krisztián beszéltél a TPD kiegészítés a határon túli kereskedelemre vonatkozóan, Igen. amire nem találtál linket, viszont van nekünk egy hajban nem annyira dús, ám mégis nagyon okos klervojunk, aki csak ennyit írt az adásmenethez, és ezt kiemelném a, a kérdések közül. Azt mondja, hogy szó szerint idézném, nem kérdés, csak egy aprócska komment. Épp most kaptam a köztudottan mindig napfényes Angliából egy borítékot, felbontva, egy fehér ragasztószalaggal lezárva, rajta geci nagy piros felirattal, vámellenőrzés. Szóval senki ne aggódjon, semmiért eu belül nincs vám, megoldjuk okosba. Egy kis hatás És nem tudjuk, polcsa. hogy mi lett a vége, tehát hogy most megvámolták Claire vagy nem vámolták meg Claire roy Igen, itt, 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 itt függünk. Város, hogy most, mi, <laughs> jövő, most mi van? Jövő hétre kiderítjük, és crowdfundingot szervezünk, ha megvámolták volna. De nem elektromos cigis dolog volt. És így is, megrántották a vámnál, úgyhogy tehát ne, legyen már, ezt elmondtuk sokszor, hogy ne legyen már tévképzetünk azért, mert EU, és azért, mert határon túli, vagy határon túli, de EU-n belüli kereskedelem bőven megállíthatják. Meg is most fogják. A, <coughs> szeretnék ehhez a részhez egy pici kiegészítőt hozzáfűzni, ez a mi történt velem a héten is visszafűzve. Kínába nem én, küld... kivételesen nem én. Nem, kivételesen <laughs> nem. nem te. Kínába küldtem vissza GLS-sel csomagot. És én, kis balga, ugye azt gondoltam, hogy hát ö, gyakorlatilag ilyen ö, kvázi hibás ö, ö, eldobható e-cigarettából el egy négy-öt darabot akartam visszaküldeni a kínai gyártónak, hogy ugyan nézze már meg, hogy ez mi a csöcs van. És belesúvasztottam egy borítékba, szépen lezártam. Ez izé, és amikor ott old, rendeled a GLS futárt, akkor küldemény tartalma. Á, mondom, beleteszem egy ilyen mappába, ráírom, hogy dokument, azt szebb jövőt. Ezt meg is csináltam, beletettem borítékba, kijött a GLS futár, azt mondja, mi van benne. Hát mondom, mi lenne dokumentum azt mondja, akkor föl kell nyitni, és előtte kell, hogy belerakjam. Mondom, mi van? Hát azt mondja, mert hogyha dokumentumként küld, most mondok egyára, 000 egy erre, 12 ezer forint Kínába egy egy ilyen méretű csomag, de neki látni kell, hogy az tényleg dokumentum, mert ha nem az van benne, akkor egyrészt ugye egy tízessel drágább a, a küldemény. Másrészt a kettő közti különbséget, hogyha megröggenezik a csomagot, neki kell kifizetni, aki fölvette az árut. Úgyhogy mondta neki, szóri, van benne két golyóstól, azt akkor bontsuk ki. Hát mondom, bazd meg, akkor kibontom. Kibontottam, mondom neki, hogy mi van benne, hát azt mondja, akkor ez 20, mit tudom én, 4000 forint lesz a, a csomag vissza című fejezet, és még adjak hozzá számlát is. Hogy vissza a kínainak. Ja, de, ja, ja. Mondom, de mondom, ez visszáró baszki. Milyen számlát adjak róla? Hát írjunk valami papírt meg, és izé. szóval, így. De ilyenkor, szok... nem számlát, ilyenkor nem számlát kell írni, hanem egy kiviteli vámáró nyilatkozatot kell kitöltened. Ott, hogy, hogy kivittem az ország? Nem, ugye... nem, 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 nem. Egy kiviteli vámáró nyilatkozatot kell kitöltened, ö, amiben nyilatkozol arról, hiszen te már egyszer. Ö, megfizetted a termék után mondjuk a, a vámot és az áfát, és akkor a kimenetelnél is ezért nem kell semmi költséggel számolnod ilyen tételnél, illetve mikor ők visszaküldik a csereárut, akkor szintúgy erre hivatkozva kell, de akkor azt már kivinni úgy kell, hogy annak visszafele ugyanazzal az okmánnyal kell jönnie, és szerepelnie kell rajta, hogy, hogy mi lett cserélve, meg, meg miért. Ugye bonyolult ez, most. Az. Tehát érted, kiküldesz apám, mondok valamit most 4000 forintnyi árut, 20 ezer forinté, hát komolyan mondom, a, a pofám leszakad. Tehát na, ennyit a, a Zógyuk meg Okosba című fejezetről. Tehát kész. Na, lapozzunk. Kellett neked itt kummantani a dokumentummal, mikor nem hát... is az volt? jó, Charlie, hát most érted, mit tudom. Azért én... fura egyébként, mert a DHL-nél is úgy van, hogy dokumentum, az azt jelenti, hogy egy dokumentum méretű borítékba rakod be, és akkor dokumentum. Na, de, de hogy most már ezt ilyen iszonyú szigorúan veszik, tehát mondom, ott előtte kell betenni a, a borítékba, egyel előtte tényleg papírokat küldtünk ki, és, és én nem emlékeztem rá, hogy én ott raktam akkor össze a a cuccot, és az így sémán kiment. Hát mondom, másodszorra is így fog ez menni, csak kicsit előre gondolkodtam, amit nem kellett volna. <laughs> Ugye ennyi. Iszonyú drága a posta. Brutál. A Na szóval a megoldjuk okosba fejlemények azok úgy Uh, úgy néz ki, hogy úgy alakul a határokon átívelő értékesítés az EU-ban, hogy most hoztak egy kis kiegészítést a TPD-hez. Úgy néz ki, hogy az lesz a menete, hogy az az online bolt, aki elektromos sziverettát szeretne online árulni határon átnyúlva, annak egyrészt eh, regisztrálnia kell magát a saját eh, tagállamában, ahol üzemel, valamint minden egyes tagállamban külön-külön, ahova csomagot küldeni szándékozik. Hogy ennek nyilvánvalóan ennek megint lesz tök. regisztrációs díja is, stb. 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 De hogy az az online e európai ECG bolt, aki legálisan szeretné lepapírozva űzni a dolgait, annak olyan mértékű bürokratikus szopatáson kell túlesnie, hogy ez egy igen-igen érdekes kérdés, hogy ezt ki az Isten fogja vállalni. Hát Krisztián, ugye ott, ahol nem tiltják be a, a belföldi online kereskedelmet, én azt gondolom, ott mindenkinek meg fogja érni az, hogy csináljon egy helyi céget. Érted? Mert gyakorlatilag két, két emberrel megoldható hogy utána a postát Hát azért annyira az, az nem egyszerű, de <coughs> számoljunk utána, 28 tagállam van, a sajátodat kivesszük, 27-be kéne akkor beadnod a papírt. És gondolom mindenhol vannak eljárási költségek. Jó, jó, jó. Egyrészt, másrészt pedig a, a, ugye a helyben szállítás az jóval olcsóbb, mint a, a két országgal arébb szállítás. Úgyhogy szerintem aki piacot akar nyitni valahol, az, az meg fogja ezt lépni, és nem fog ezzel a fassággal gyakorlatilag foglalkozni. Hát csak ugye a kérdés, hogy ebben a környezetben, ahogy most kinéz a jövője az elkövetkezendő néhány évre Európában az elektromos cigarettának, ki lesz az, aki úgy érzi, hogy most kell majd nekiállnia a terjeszkedni. Tehát ez a legjobb pillanat arra, hogy valaki világzó Jáncsi birodalmat építsen, amikor mindenhonnan megpróbálják ellehetetleníteni és, 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 szopatni, amennyire csak lehet. Úgyhogy hát Hú, így, tisztul a kép, jön, közeleg május 20, ketyeg mindenhol a, a, szabályozás Európa szerte, és tisztul a kép. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csúnyán néz ki, amilyen évek elé nézünk. Egészen brutál. Úgyhogy gatyát felkötni. Hát nekem az jutott eszembe, hogy a a kiölte meg Rómeót helyett, meg tudod, volt ez a, ez a youtube-os videó, hogy ki kiölte meg a, az elektromos a, autót, most <laughs> erre, en, ennek a mintájára le kéne forgatni, hogy kiölte meg az elektromos cigarettát. Fogottán, kérlek szépen, ezt föl vettem az adásnaplóba, csak Facebookon osztottam meg, most megy a napokban ö, azt hiszem Ausztráliában a, van egy hatalmas nemzetközi dokumentumfilmfesztivál, amin ö, debütál a világ premierje alkalmából a Milliárd Élet című dokumentumfilm, ami ugye pont ezzel foglalkozik, hogy mégis mi, mi, milyen erők azok, amelyek ö, tele hazudják a, a világot az elektromos szigarettával kapcsolatban, teljesen vakvágányra vive a, a, a szabályozásokat és a, 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 a törvényi dolgoknak az alakítgatását. Még semmi hír nincsen róla, hogy ez hogyan fog terjedni, vagy hogyan, hogyan kívánják terjeszteni a filmet, meg ilyesmi, de amint ez elérhető, már látom szomorú sorsomat, hogy nekem feliratoznom kell majd. várom, mert elképesztő, prominens, jó hírnevű, nemzetközileg ismert és elismert arcokkal készítettek benne interjúkat, nagyon sok okos ember és komoly ember megszólal benne. Úgyhogy nyilvánvalóan nekünk sok újdonságot nem fog mondani, de, de a megfelelő helyekre majd el kell juttatni. Hadd lássa mindenki, hogy mi van. Az, Minek? Csak az, el az csak előgondolkodóknak szervezhetnénk egy vetítést. Az előgondolkodóknak fölösleges, mert az előgondolkodók meg vannak véve kilóra, tehát ők pontosan tudják, hogy miről szól ez a film, mert pontosan róluk szól, hogy ők az úgyják tele az egész világot. Tehát nem, de mondjuk így a, 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 egy a AB panasz, vagy az Alkotmánybírósággal kapcsolatos, vagy bármely más jogi holmiban teljesen remek kellék lesz majd ez a kis dokumentumfilm. Hogy Tessék megnézni, és képbe lehet keveredni, hogy miről is van szó itt voltaképpen. Hát meg nyilván a, a parlamentben is egy egy épp egészséges és működő demokráciában a, a, az országgyűlési képviselőknek is érdemes lehetne megmutatni. Nyilván most pontosan tudjuk, hogy melyek azok a, a, a pártok és országgyűlési képviselők, akik mellettünk, meg nem mellettünk, hanem a, a tudományos tények és a, a magyar állampolgárok egészsége mellett állnak, és Melyik az a már nem kétharmad, amelyik telibe szarja ezt. Tehát úgy globalizál a parlamentnek hiába vetítenénk le, mert leperegne a, a, a szavazó zombikról a lényeg. De hát nyilvánvalóan ettől függetlenül a értelmesebbik nem dróton rángatott felének. Baromira el kell majd küldeni. Na, lépjünk tovább. Lépjünk. Haladgassunk. Mert hogy a múlt heti parlamenti felszólalások, amit be is raktunk a pát ha kezdve, a vagyunk a szavazombikkal kapcsolatban, igen. Akkor annak a morgójára volna megjegyzés. Hát én nagyon sokat gondolkodtam ezen, ti is láttátok nyilván, meg, meg minden, hogy, hogy egészen, egészen súlyosan megdöbbentő volt. Ugye a Szávó Istvánnak a, a, a felszólalása teljesen remek... E, kérdéseket pedzegetett meg, hogy, hogy, hogy mégis mire alapozzák az elektromos szigarettával kapcsolatos elképzeléseiket. Mondják meg, hogy miből gondolják, hogy ez a dohányzás előszobája, miből gondol, mi, miért mondják, hogy ez nem segít, amikor nagyjából aki él és mozog a témában és egészségügyi intézmény és, és, és kapargatta ezt a kérdést, mind-mind azt mondja, hogy dehogy nem, hát hülyék vagytok, segít valami konkrétumot, tényeket mondjanak már, és az a nyökögés, mekegés, össze-vissza teljes, teljes homályról tanúbizonságot téve, hogy fogalmuk nincsen róla, csak valaki egy cetlin néhány ismételgetendő mondatot az óruk alá nyom. Krisztián, az, 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 nem úgy, az nem úgy volt igazából. Na, hogy volt? Várjál csak. Be, be, se, én ö, ö, vallom azt, mint ö, egészségügyben ö, dolgozó, hogy a... Ö, 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 a ö, és ö, végül is... Ö, k, ö, ö, én ö, egyszerűen... Ö, gyö, és... Ö, ö, és az hogy ezt tudják lépni, lépést a közelükben és a kezükben ilyen típusú eszköznek kerülni. Hozhatunk és a dohány, bármiféle dohánytermékre, és a legfontosabb... Na, hát, ebből. Mm, ö, n, szerintem ö, elég ö, beteszem Menjét? az adásmenetbe. Azok az emberek, hogy szerencsések, hogy egy ilyen nagy képviselő. 8. Egyébként a videó zseniálisan van megvágva. ma. Ö, 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 az egyik ilyen résznél, csak azt látod, hogy snitbe be van vágva a számai, hogy így forgatja a karikai. És így gondolkozik, hogy ez most mi a faszról beszél? Várok, még várok, még mindig várok. Szóval, hát pontosan ismerünk számokat, és ezek az emberek teljesen elképzelésük nincs, ahogy ez a hölgy is mondta, hogy Hát ő, 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 ő teljesen megbízik a háttérintézmények munkatársaiban. Ez úgyis ott van egy igaz jól, jól bevált, leszoktató módszerek, a hagyományos, jól bevált, és és javasolt leszoktató módszerek vannak, úgyhogy akkor itt semmi szükség semmiféle vadhajtásra meg ilyenekre. Ez biztos, és... hogy nem ő mondta. Ez biztos, hogy nem ő mondta, amit most te itt mondtál, mert kevés hát, volt a mondatodban az ő. ő. Igen, próbál. Nem száz százalékig hozni <laughs> a Tudjuk, fikukatát. hogy a vízben megőrzött emlékezető biorezonanciálisan az egy nagyon bevált mód, módszer, és, és konzervdoboz is kell hozzá, de egyébként a csik csik nagyon jó. Utána szaladgáltam, hogy mondja fika. Ez hogy bocsánat. Ne, 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 tehát az a kézrátétel, kéz meg. meg. Ö, 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 ö. Várjam egy picit, ö, ö, van még ebben a témában ö, ö, valami? Ö, 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 ö. Ez a téma kimeríthetetlen. Hogy, hogy egyrészt ugye a, a, a hagyományos leszoktató módszerek működnek, segítenek, az elektromos cigaretta pedig le nem segít, sőt. Most nem voltam utának utána kapargatni a, a, az ezzel kapcsolatos ő ö, 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 ö felmérések, ö, 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 felméréseknek, és az van, hogy brutálisak a számok. A hagyományos leszoktató módszereket használók 93%-a a leszokást követően egy évvel később újra dohányzik. 93%-a. Szerencsére sikerült találnom egy tanulmányt, ami ezt e-cigaretta kapcsán nézegette ezt, 6% ugyanez a szám. Aki leszokott elektromos cigaretta segítségével, annak pusztán a 6%-a esik vissza a dohányzás vermébe egy évet követően. Ez olyan, annyira brutális különbség van a számok között, hogy hogy nem, nem lehet vállalni ezeket az állításokat. Egész egyszerűen fasságok uh, uh szerintem Pifko ő, ő, úr, ez csak valami vadhajtás lehet. Ő. Tényleg nincsen más, nátszok, a magyar egészségpolitika vagy vak és hülyék gyülekezete, vagy más, máskülönben egyetlen egy magyarázat van, szánt szándékkal hazudnak és vezetnek félre mindenkit. És ez azt jelenti, hogy körülbelül három, maximum négy ezen a területen dolgozó emberben vakon megbízik a törvénygyártás, a jogalkotás gépezete, és ilyen elképesztő brutális hatalom van három, négy ennyire rohadtul korrupt ember kezében, hogy életek tízezreivel és zokszó nélkül játszanak. Eg egészen, egészen, egészen egyszerűen elképesztő. Mert lehet azzal magyarázni, hogy maradi nézeteket val, de ezeknek az ismert számok tükrébe ez már nem maradi nézet, hanem ez, ez, valami egészen más. Tehát minthogyha egy kurva nagy glicerines ánuszba bele lenne, nem csak beledugva, hanem bele betonozva a fejük, és a legkisebb szikrája se lenne meg annak a szándéknak. Bennük. Plastikus volt, és elképzeltem. Kihúzzák. Hihetetlen. Ezt elképzeltem, nem kellett volna igen, igen, ez nagyon kép, képletes volt, Krisztián. és akkor jön az államtitkárunk összefoglalni a végén, hogy meg, megnyugtató választ adjon mindenkinek, és hogy tudjuk, hogy ő képben van, és tudja, és elkezd akkor a baromságokat beszélni, megint jön, és közli, hogy az elektromos cigarettázás nem leszokás, és te tetted fel a csodálatos kérdést, Charlie, hogy mit kell megkérdezni? Miről való leszokást? dohányzásról leszokás? Dohányzik, nem dohányzik. Akkor miről beszélsz? Mert, mert továbbra is nikotin, nikotin. És miről szól a dohányzás visszaszorításának a, az elve, célja, miről szól a, a, az egész nem dohányzók védelméről szóló hacacáré? Krisztián, szól, állj Nem állok le. Egy kérdésről most, volt szó, ez a harmadik. Most. Hát ti is tudjátok, miről szól ez az egész, a nem dohányzók védelme és a dohányzási visszaszorítása miről szól, hogy a dohány füst egészségkárosító hatásának az ártalmait csökkentsék. Dohány füst. Ez meg Ónodi Szűcs Zoltán Gusztáv doktor odaáll, az meg, és nikotinról beszél. Mint hogyha a hagyományos leszoktató terápiákban nem lenne nikotin. Miről az beszél? nagyon, jól, az nagyon jól van, kérlek, adagolva mert ott tudod pontosan mennyi van a tapaszban, ellenben bazd meg a folyadékkal, ahol meg nagyon pontosan tudod, mennyi van a folyadékban. És, de... De még ha nem is ugyan... tudod, hogy mennyi van a folyadékban, hát érzed, hogy telítődtél nikotinnal bazd meg. A tapaszt leszeded magadról, pontosan tudjuk, percekig a bőr felső rétegében már felszívódott nikotin, percekig eregeti még tovább magát a vérkeringésedbe. Hát én emzel, pontosan szabult, tudom, mert mondani, hogy mondtam neked, hogy, hogy, hogy ugye amikor én azzal próbáltam először másodszor, fú, nem tudom, hanyadszor leszokni, akkor ugye az van, hogy hogy is van, hogy ragassza föl reggel. Mert ugye a sok ö, hülye csak abban él, hogy az ember az reggeltől estig van ébren. Én meg ugye akkor éppen estétől reggelig voltam ébren, de az volt a leírásban, az meg, hogy reggel ragaszt föl, mit csinál, Charlie? Hazamegy, lefekvés előtt felragasztja. ez a csávó? lefekvés előtt... Lefekvés előtt felragasztom, bazd meg, majd mint egy másfél óra múlva fölkelek, mert úgy ver a szívem. És utána mi a faszom? Fasznék, ha ki vagyok? Jaj, oh, mi lehet az? Szívinfartus, meg fog dögleni. Kész. Ja, ezt még leszedem utoljára. És akkor egy olyan jó, három, negyed óra, egy óra múlva, na akkor voltam úgy, hogy na most talán vissza tudok aludni. Na, Kettő óra a, a... felezési idő. Ennyit olyan a kurva jól ö, adagolható nikotintapaszról. Fasziul. Az egyszer, hogy működik? Leveszed a, az ujjadat az egyszer, hogy működik. Leveszed az a gombról, és nincs több nikotin. Ennyi. Tehát ennél pontosabban, hogy lehetne valamit szabályozni? Az hülyeség, az, be, az csak valami kibaszott magic lehet. Ő. <laughs> 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 Jabocsát, elfelejtettem. Ő. <laughs> Ő. Arra, arra ti, nem tudom, hogy emlékeztek -e, szerintem nem. Ö. Van, van, a magyar, a, van a magyar fonókönyvben egy uh, gyógyszer. Az én gyerekkoromban az öreg lányok sorbáltak érte a patikába. Úgy Kokain. Hittem, nem, úgy hívták, hogy kombinált por. Igen. mit meséltél róla. Igen, igen, igen. Tehát, uh, nikotin tartalmú, tehát nikotin, aspirin, tehát acetilsav, meg nem tudom mi volt a harmadik összetevő. és az öreg azt mondja, hogy mindenre ezt szedték. Ez fogfájás, fejfájás, izületi fájdalmak. És éltek. Uh, Ideges panaszok, meg mit tudom én, és nikotint tartalmazott, és ez egy, eszméletlen jól bevált uh, cucc volt. Uh, egyébként a mai nap is működne, ha bemész és uh, van patikus ismerősödés, csináltatsz vele, akkor ugyanolyan hatásos szerintem, mint bármelyik fájdalomcsillapító, azzal a pici különbséggel, hogy az öreg asszonyok még meg is nyugodtak tőle. Érted? Föltisztultak, ugye <kül> nikotinnak megvannak ezek a jótékony hatásai, észrevette, hogy szedi a kombinált port, nem remeg a keze, stb. stb., de, de az nem volt jó érted, helyette kellettek az új kemikáliák nyilván, és ezt most abszolút el van már felejtve, pedig ez egy nikotintartalmú gyógyszer egyébként. Mondjuk még csak nem is dohányzásról való leszoktatásra kell, hogy, hogy használjad. A héten voltunk, nem, ó, hát a passzus, most én vagyok a Krisztián. Gyerekek, Múlt héten, hát a legnagyobb kalandom volt, mert utána jött a Krisztián, aki még rátett egy lapátta. Voltam kőbányába. Érted? Kőbányába. Kőbányába. Pécs, Pécs alatt. Nem nem Te... bányába voltál véletlenül? Nem, nem. nem. Kőbányába. A és a, és a, a kürtő, tehát a, ugye ez valamikor mondjad már, mi ez ilyen lávakő. Ez valamikor a vulkánnak a közepe volt. Tehát itt van a legtömörebb, legfeketébb. Kő. Ott bányászak a lámpát? Kő, ott, hát nem, nem, nem. Tehát ez egy fekete andezit gyakorlatilag, ami ott található. És hoztunk ilyen batároknak nevezett köveket. Tehát így elindultunk reggel 7 órakor, és hajnali fél kettőkor értünk vissza Szegedre. Fifi kívül itt van valaki? Igen, én vagyok. E jó, akkor meg, meg. Megint ágyalogolt egy juh a kábelen. <laughs> Sose fogjuk megtudni, mi történt az Andezid bányában. De már látom a is, andesid is andesid hogy újra csatlakozik. Már látjátok is az Amdezit bányát. No, gyönyörű. Visszajött, gyö, visszajött. Gyönyörű egyébként, tehát csináltam egy csomó fotót uh, uh, róla és majd jövő hét hétfőn hozzuk el, ott kellett hagyjunk egy 15 tonnás követ, mert nem volt daru a melyik fő, aki a kocsira. Érted? De valami eszméletlen szép volt. Na, de nem is ide akartam kiukadni, hanem hogy előtte nekünk. Mi kezdesz part... ilyen több tonnás kövekkel, ha lehet kérdezni ilyet? Hát ez, ez otthon, otthon így bünteti a családot, hogy kislányom a rossz volt, volt takarodják ki követ törni. Krisztián piramist építek, hát meg ah. olcsó, olcsó, a kő egyébként. Tehát ezt uh, mondani, hogy egy, egy 20 tonnás szerelvény az mondjuk Szegedre letolva annak a kő ára mennyibe kerül, mert, mert nem fogjátok -e elhinni. Ja, tisztára szégyen. Hát szégyen, mert ilyen 11 néhány ezer forint. Ócsó, mint Kínába visszaküldeni. <síns> Ócsó, mint Kínába visszaküldeni. <síns> a cuccost? Na de előtte voltunk az egyik partnerünknél, akivel méretjük a, a likvideket, és ott beszélgettünk a, a gyógyszeripar visszásságairól. És tehát ez, ez, komolyan mondom, ez valami téboly, ami ebbe a, az, az egész gyógyszeriparba megy, érted? Tehát mondjuk van valami cuccod, ami tudod, hogy hatásos valamire, de ahogy kimondod azt a szót, hogy gyógyszer az meg, lehet, hogy másnap előtt egy kocsi. Vagy fölakasztanak, vagy, vagy eltüntetnek a picsába, érted? Tehát, olyan szintű rettegés van a, a gyógyszer hatóanyagok környékén, hogy tehát én azt hittem először, hogy valami filmet mesélnek nekem, de nem, hanem ilyen megtörtént esetekről volt szó, félelmetes. És mi ezekkel állunk szembe, ugye a másik oldalon ott van a, 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 a dohánypiac, és az ECG valahol a kettő között van, és sem az egyiknek, sem, sem a másiknak nem, nem, nem jó. Tehát amikor Krisztián, te arról beszélsz, hogy ezek kiknek a zsebükbe vannak, nyilván nem tudjuk, meg nem is uh, uh, ítélkezhetünk. De hogy valakiknek, az biztos, érted? Igen, de ezeket a, ezt, a két, ezt a két apró szereplőt nézzük, igazából mindegy is, hogy ki melyiknek a zsebében van. Tehát olyan mértékű pénz, hatalom, politikai befolyás és egyebek megmozgatására képesek, hogy, hogy így, hogy így mondod, így végig gondoltam, oda, hogy még nem vittek. Hogy még nem vittek, vittem. igen, 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 igen. Tehát uh, nyilván azért, mert mi, mi ehhez hál' istennek túl kevesek, kicsik és uh, soványak és gyengék vagyunk. De, de ha belegondolsz, érted, hogy pont így beékelődik az e-cigaretta a, a két dolog közé. És ez, egy, és ez egy olyan szar játék, amit mind a két oldal tud uh, velünk játszani, amit tényleg nem, nem lehet másképp csak egy nagy tömegű társadalmi ellenállással megtörni. De szerintem az is csak látszólagos lesz. Tehát ha itt bármiféle engedményt ki tud magának harcolni a, a világ véper közössége, az is csak látszat, és, és ott a mélyben még úgy is azon fog mindenki munkálkodni, hogy elássa a büdös picsába ezt az egészet, mert sem ennek, sem annak nem jó. Érted? Holott önmagában az emberiségnek pedig egy óriási dolog. Ez a végtelenül szomorú, hogy ennek ellenére itt tart. Az LSD is jó mindenkinek, azt látod, hogy mi van vele. Na, ne vicceld el, Charlie, ez tényleg iszonyatosan szomorú. Komolyan gondolom, hát ki az avataron, baszki? Ne vicceljünk már. Albert Hoffman bácsi, na. <laughs> <laughs> Oké okay. Valaki múltkor megkérdezte Valaki megkérdezte múltkor, hogy te sokkal fiatalabb vagy, mint ahogy a géméles képeden Hát mondom, de nem gondolod komolyan, hogy az én vagyok Hát egy öreg embert <laughs> látott valami, azt mondja, valamilyen atommal a kezébe, hát mondom az jó Albert Hoffman bácsi volt a Licergsav Dietilamidnak a a, az, a a részecskéje volt a kezében, a modellje <laughs> Budák Figyúzzatok, fiúk, rengeteg a kérdésünk, lépjünk tovább. Én igazándiból én beszéltem amit kibeszéltem volna. De mikor mekegni akarsz, akkor ne mekegj, csak annyit mondj egy Szaladjunk el gyorsan, még a kilences pontot ne adjuk ki, mert az egy nagy úgy... Ö, jó, ö, megadom ö, a szót, Krisztián. Az, az, az egyhét hogy most már nem csak a brit közegészségügyi hivatal, hanem a brit orvosi kamara is felszállt az elektromos szigarettát támogató gyors vonatra, és kihoztak egy 200 oldalas összefoglaló tanulmányt, amivel elemezik, elemzik a, a helyzetet, és odáig mentek a megállapításaikkal, hogy maximum, de nem valószínűtlennek tartják, hogy akár 5%-ban is elérné a dohányzás károsságát az elektromos szigaretta használat, tehát még tovább mentek, mint a Public Health England, és megemlítik, megemlítik ők is, hogy rendkívül károsnak tartják az Európai Dohány Direktíva irányvonalát, iránycsapását a közegészségügy szempontjából, igenis ismertetni, népszerűsíteni kellene az elektromos szigarettát, mint alternatív ártalom csökkentő eszközt a dohányosok körében, stb. De pontosan jól tudjuk, hogy miről szól, és tényleg nem kis szervezetről van szó, nem egy minisztériumi intézmény nem egy ilyen 10-20 fős kis valami, hanem konkrétan a brit orvosi kamara. Én nem is hittem el először, mert a neve alapján arra gondoltam, hogy na hát ez olyan, mint az orvosi kamara lenne, de hát ez így meglepő lenne. <kül> Utána olvastam, hogy de a Royal College of Physicians az konkrétan a, a, az orvosi kamarának ottani megfelelő dolog, ha elvégzed az itt a tagja leszel, műhibákkal foglalkoznak, a kizárnak a tagjai közül nem praktizálsz, tehát ez konkrétan az orvosi kamara nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva a fejlemény. A másik nagy fejlemény, meg ugye, amit a, a említettünk, hogy Franciaországban összegyűltek a dohányzás visszaszorításával, és ilyen dohányzással kapcsolatos egészségvédelemmel foglalkozó szervezetek, és konkrétan ugyanezt mondták. Tehát most már egy egészen brutális, hogy milyen, milyen nevű intézmények, szervezetek és csoportosulások jönnek elő a, a, az árnyékból, és kezdik el fogni a mi pártunkat, és, és tolják ugyanezt az érvelést. És ahogy Fifika mondta, hogy és ennek ellenére sem, annak ellenére, hogy mekkora segítség és mekkora jótétemény az emberiségnek, mekkora lehetőség az elektromos cigaretta, és hogy ezek a, a, a szervezetek mind-mind a, a, a valóságot hirdetik, még mindig itt tartunk, és ahogy a dolgok kinéznek, néhány évig nagyon keserves körülmények között fogunk leledzeni. Na most már befejeztem, Charlie. Oké, okay. <coughs> mi legyen, ö, Sori, vagy ö, kérdések? Kérdések. All right. Azt mondja, hogy... <coughs> igen, B. Dávid fiatalkorú, ö, m, ö, vagyis Blacky, kérdezte többet, hosszan. Azt mondja, hogy van ez a... Ő... Díl... <coughs> van ez a dilemma, meg egymás torkának menés a trafik törvény miatt. Nevezetesen arra gondolok, hogy adott kereskedők, akik eddig e-cigaretta forgalmazással foglalkoztak, most trafikellátók lesznek. Van, aki ezt rossz szemmel nézi, mert a hatalomnak történő behódolásnak az elveink szembeköpésének tartja. Mások úgy gondolják, hogy ez még mindig a kisebbik rossz. A három muskétás miképp vélekedik. Blekinek jár egy körmös, amikor legközelebb erre fele jár. Nem, Nem fog sose hazajönni. Ezek után pláne ő. Hát ezt, ezt masszívan körül jártuk ezt a kérdést néhány héttel ezelőtt. Úgy gondolta szerintem, hogy ez van annyira ő Ö. 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 fajsúlyos, hogy még utoljára pörgessük rá magunkat. Jó, pörgessük, ki kezdje. Kezdte akkor, mert te voltál, aki elégedetlenkedett ő. Jó, akkor én is személyes élménnyel kezdeném, vagy egy személyes oldalon közelíteném meg a dolgot. És tényleg félig, meddig lángra kaptak a Facebook csoportok ebben az ügyben, és megy egymás anyázásra, és én nagyon-nagyon szomorú szemmel nézem ezeket. Tehát olyan dolgokat vagdosnak egymás fejéhez az emberek, hogy, hogy, hogy ez hihetetlen. Nekem erről nem változott a véleményem az elmúlt néhány alatt. barom jó lett volna, hogyha a lázadó megközelítésből, ellenállásból és a többiből sikerre tudjuk vinni, de amilyen szituáció alakult ki itt a törvénykezés és a jogszabályok kapcsán, örülhetünk, ha egyáltalán túlél az elektromos cigaretta Magyarországon, és kicsit pessimistában szemlélve, meg akár az EU-ban is. És ebben a közegben, ahogy azt annak idején fizika, fizika, fizika is e, felvetette, azt kell figyelembe venni, hogy az embereknek, a dohányosoknak az egészségvédelem szempontjából hosszú távon mi a jó. És tagadhatatlan, hogy az a jó, hogyha valamilyen formában az elektromos cigaretta, a minőségi elektromos cigaretta hozzáférhetősége fennmarad. Még hogyha szűk ebben is, de az a néhány dolog, ami megmarad, az legyen egy használható készülék, és ne szaros a aluljáros e-helszekkel tele a trafikokat. Úgyhogy igen, bármennyire vereség, hogy ez bemegy a trafikokba, bármennyire vereség, hogy kiherélik a, a, a hozzáférhetőséget, és szétverik a vállalkozásokat és cégeket tesznek tönkre. Ettől függetlenül aki meg tudja tenni, hogy beledugja a lábát az ajtóba, hogy egy résznyire nyitva maradjon, szerintem azokat nem kellene kurogatni, mert hosszú távon az a cél, hogy fönnmaradjon az elektromos cigarettázás, és ez ezt segíti elő. Az én véleményem az, <kül> hogy a ő, ja, hát ezt bele lehet rakni, hogy ő bármikor. Ő. Hogy Én egy ö... ilyen ő-ő alkalmazás a különféle őket bejátszik. Egy ilyen effektbox. Hát de az van, de akkor majd ezeket az őket fölrakom rá. Ő-ő. ő Hogy senkit nem lehet elítélni azért, hogy nem akarja felkoptatni a saját és alkalmazottai állát. Az meg, hogy most kinek szállít ő, az 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 nekünk nem... Tehát nem... Ne ítélkezz mások felett szerintem. Mindenki foglalkozzon a saját szarjával, hogy ő miből fog kenyeret tenni az asztalra, aztán a többivel szerintem nem. Illetve ő... Ő... ő tök jól átvettem ennek az Ildikónak a dumáját, hogy... Ő... ő igen. Figyelj már, amikor csönd van, akkor mindig mondd már nekem be, hogy ő... Jó? Ő. Hogy ő jó, úgy csinálod, hogy, ő. <laughs> tényleg, hogy akinek, akinek nem tetszik, az tartsa el azt a kereskedőt. Szerintem. És mondom én ezt úgy, hogy nekem is le kellett a rolót valamilyen szinten húzni, ő. és. Aha, ez jó, mert akartam is mondani ő. És. Keveset ne, vásárolok. Reddel a kenyeremet, Charlie. Bocsánat. Na most meg vártam, látod? Szóval, szóval vagy adjon ennivalót annak, akitől elvárja, hogy ne forgalmazzon annak, akinek fog, vagy egyébként meg, <coughs> hát csak magamat tudom ismételni, hogy hogy milyen, milyen jogon szabom én meg bárkinek, hogy ő kinek adjon el valamit és felül kell kerekedni ezen, felül kell emelkedni, mert hogyha egy, egy potens kereskedő meg tud állapodni x X-el vagy Y-nal, és továbbra is, jó, nem lesz olyan kényelmes, hogy megrendeli az ember a neten, hanem be kell menni a valami boltba, de ha ott továbbra is lehet kapni, akkor welcome. Ez van. De sajnos nem ezt látom. De majd erre is külön kifogok térni a Dávid kérdései után. Fifika? Ő. Szerintem az, az arany állapot akkor következett volna be, Ö. hogyha a kereskedők megmaradnak, és a trafikok is jogot nyernek arra, hogy egy cigarettát tarthassanak. A trafikban bizonyos szempontok alapján azt kell, hogy mondjam, közelebb kerül az elektromos cigaretta a dohányzóhoz. Tehát nekünk mindig is az volt az egyik fő szempont, vagy a fő problémánk, mint, mint egyesületnek, hogy hogyan tudjuk a cigaret, az elektromos cigarettát a dohányzóhoz közelebb vinni. Tehát nem, nem azt a fajta, hát kvázi, hívjuk úgy, hogy közösségi, szervezést bonyolítani, hogy a, az ismerőseit körében, és, és akik rákérdeznek, amikor elcigarettáz, hogy mi a szerez, meg, meg hogy, hogy. Tehát Magyarországon eddig gyakorlatilag egy ilyen social szervezésbe ment az egész elcigaretta biznisz, illetve a, az átszoktatás mindenkinek a személyes, kemény munkája volt abban, hogy ki kit térített meg, hány embert térített meg. Ugye annak idején még erre alapítottunk egy ilyen kamu egyházat, a Vaperiánus egyházat, és akkor lehetett hinteni az igét, de, de a trafikokban közelebb kerül a dohányoshoz az e-cigaretta, és az igazán kánaáni helyzet az lett volna, hogyha a trafikok lettek volna a beléptetők a dohányosok számára, és mondjuk aki tovább akar lépni egy egószettől följebb, vagy, vagy ezt hobbiának tekinti, az pedig mehetett volna tovább a szakboltokba. De hát az a szomorú helyzet állt elő, hogy az előgondolkodóink ezt nem így gondolták, összemosták a, a dohánytermékkel, és gyakorlatilag kizárólagosan a trafikba vitték a az elektromos cigarettát. Az pedig, hogy egy kereskedő meg akar élni a saját hazájába, az meg ne fájjon már egyrészt senkinek, másrészt örüljön neki, hogy nem a trafikos a saját eszétől fog készletet választani a különféle kínai, lengyel, nem tudom én, ilyen-olyan-amolyan -olyan kereskedőktől és hogy az egyébként megszokott likvid márkái meg fognak maradni a, a piacon, és hogyha teljesen bezárul, vagy hermetikussá válik ez a piac Magyarországon, akkor is hozzá tudjon jutni azokhoz a likvidekhez, amikhez eddig hozzá tudott jutni. Természetesen bizonyos szegmenseit nem fogja tudni a piacnak ez a ez a dolog lefedni, mert uh, uh, aromát ezután is uh, szabadon lehet forgalmazni, illetve árulni az egész uh, unióban. Tehát akik otthon kevernek, azokat mondjuk sokkal nagyobb kár nem fogja érni, mondjuk a nikotinon, nikotin beszerzésen kívül. <kül> De azért uh, én ezt egy pár uh, Facebook csoportban megköröztettem ezt a problémát, és kétféle választ kaptam. Ez az egyik, ez a kabba, a faszom, dögöljön meg mindenki, az a kereskedő is rohadjon meg, aki be fog menni a trafikba, vagy beviszi a záróját. A másik pedig az, aki azt mondta, hogy hát de basszus, hát inkább akkor tegyük meg azt a gesztust a, a trafikoknak, hogy, hogy segítsük őket abban, hogy ne szart vegyenek, hogy olyan dolgokat tartsanak, amit el is fognak tudni adni, illetve meg is fognak venni, amik használhatóak, olyan likvideket tartsanak, amik már egy jó bejáratottak a magyar piacon, stb. stb. És nagyon élesen szétválik egyébként a, a két tábor. Én a be a faszom tábornak azért innen üzenném, hogy, hogy ez a kijelentés egyébként, ez a tovább gondolkodás ne tovább Tehát hogy innen már lejjebb nem kell gondolkozni, mert mert nincs hova. Azok a kereskedők pedig, akik ezt úgy élik meg, mintha ez a világ legnagyobb fájdalma lenne, azok meg nézzenek magukba, és meg a tükörbe, és minden reggel mondják el, hogy ha, be, ha lehetett volna neki tovább árulni a boltba, akkor is megbukott volna. Mert képtelen lett volna a TPD előírásait betartani, azt szerint gyártani, árulni és működni. És akkor gyakorlatilag most ki fog derülni, hogy kik azok, akik tényleg annyira szeretik az e-cigarettát, hogy tovább akarnak vele foglalkozni, tényleg annyira hivatásuknak érzik ezt az egészet hogy tovább fogják vinni a, a piacot, és, és én, én azt mondom, hogy a Krisztián gondolat menetén átívelve nem azt kell nézni, hogy ez a trafikban van, hanem azt kell nézni, hogy egyáltalán fönnmarad, hogy hozzá tud jutni egyre több dohányos, és gyakorlatilag be kell ismerni azt, hogy hogy kevesen voltunk, hogy nem voltunk elegen. Az, hogy ki, hol, mit hibázott, azért már senkit nem kell okolni, így alakultak a, a dolgok, és mindig idomulnunk kell az adott helyzethez, és abból a legjobbat kell kihozni. A legjobbat meg úgy tudjuk kihozni, hogyha ha támogatjuk nem a trafikusokat, nem a, a, az előgondolkozó kormányzati tagjainkat, hanem magát, az elektromos cigarettát. Tehát, fú, ezt most nagyon körben fontan mondtam, de ez a lényeg, hogy az eszközt kell föntartani, továbbra is a köztudatban, és a, a polcokon, és hajrá, és előre is. Mindenki csinálja úgy, ahogy a legjobbnak érzi. Azt tegyük hozzá, hogy <kül> ő ha, ha, ha másban nem gondol bele az ember, csak annyiba, hogy amit ugye a Klervo is mondott, a nélkül, hanem ővel, hogy, hogy határokon átívelő kereskedelem ö, kapufa, ő, és akkor marad neki egy variációja, az, hogy itthon megveszi. Ha nem segít az a bázis, aki, most itthon kereskedő és ellehetetlenült és ö, a trafiknak fog szállítani, akkor mi lesz, a trafikos saját kútfőből fog vagy szart venni, vagy egy nagyon leegyszerűsítem a képletet, visszaugrunk az időben 5 évet, és azokat a készülékeket fogja forgalmazni. Ő is rá fog jönni majd apránként, ha várjá, ha ö, indítatása van rá. Vagy megfelelő érdeklődés a boltjában, de inkább azt mondom, hogy erre adnék mondjuk 25-30 százalékot, és akkor kezdje el kidolgozni magát ő is, szintén 3-4-5 év alatt, hogy eljussunk arra a szintre, ahol most vagyunk, de akkor az már rég nem itt lesz. Úgyhogy aki meg, aki meg most köpköd, hogy miért ment be, a, vagy miért fog ellátni ő trafikot, az lépjünk a következő kérdésére, és ott kitárgyaljuk. Ugyanez a trafikokkal kapcsolatban is felmerül, ugye? Alapvetően két táborra szakadunk. A lázadók, akik bolykottálják a trafikokat, és május 20-tól egy csomag rágóért sem mennek be, illetve ott van ugye az ellenpólus, akinek mindegy, csak legyen. Azt mind sejtjük, hogy mennyire lesz szakszerű a kiszolgálás, elvégre a dohánybolti dolgozók túlnyomó többségének két fénymásolt A4-esen kívül semmilyen fogalma nem lesz a dologról, arra lennénk kíváncsiak, hogy vajon ti fogtok-e adott esetben trafikos készülékre vagy lekvidre költeni, ha úgy adódik. Vagy inkább kocsiba vágja magát az ember, és irány a szlovák határ, illetve hát úgy és szlovák turné. szóval ezzel kapcsolatban, ha valaki nagyon köpköd most, hogy a te kurva anyád, akkor én meg azt megkérem rá, hogy ne menjen be, és ne vásároljon akkor se, ha itthon legálisan nem tud sehonnan venni. És most nem az, hogy elmegyek az azúrba, meg innen majd okosban, meg hát ha ötből egyszer nem fogják meg, és sikerült becsusszantani, mit tudom is én milyen folyadékot, amiben van esetleg nikotin, hanem a legális kereteket nézve próbáljon itthon máshogy mondjuk likvidhez jutni. Ha nem megy, akkor, akkor gondolkozzon el, hogy mennyi jogalapja volt a köpködésének, és illetve akkor ne menjen be. Ne menjen be, és aztán mutassa meg, hogy ő milyen fasz a gyerek. Hogy még nikotin menteset sem tud ö, legálisan itthon, ö, bárhon máshol szerezni. Úgyhogy ennyi az észrevételem ehhez. Be fogunk menni, kicsit máshogy, mint a magánember, de nem akarok többet spoilerezni, már így is sok mindent elárultam, de be fogunk menni. És ezt mindenki értse úgy, ahogy akarja, akár fenyegetésnek, akár nem. Ti jöttök? Fifika? Én szerintem elmondtam a, a trafikokkal kapcsolatos uh, uh, dolgaimat. De hogy te be fogsz a... menni? Hát, most ezt komolyan kérdezted? Igen. Tehát én, én, úgy, be, úgy, én úgy, fogok bemenni a, a, trafikba, ugye, hogy egyrészt a, a magyarországi forgalmazásban érdekeltek vagyunk, másrészt ott, ahol mi forgalmazunk, ott le is oktatjuk a, a trafikosokat, tehát nem kettő darab fénymás. Jó, tehát akkor egy speciális eset vagy? Hát én egy speciális Má eset jó, de vagyok. te, de te egy, egy nagyon magas szintű dokumentációval készültél. Hát így mond, mond, <laughs> mondhatjuk, hogy igen, igen. Előtte minden részövőtől engedélyt kértem, és hát nyilvánvalóan összeszedtük azt a tudásbázist, ami a rendelkezésünkre állt. Ugye külön köszönet itt az elcigitesztek.hu oldalnak, és, és egy, egyébként meg, meg, hogyha egy mondjuk érdeklődő és, és, és egy motivált trafikos végignézi azokat az oldalakat, webhelyeket, ahol össze vannak gyűjtve az információk, az maga is ki tudja nyilvánvalóan ezeket bányászni, tehát nincs elzárva az információ előlük. Tehát én, én arra bíztatok esetleg trafikusokat, akik hallgatják a podcastet, hogy bátran keressék fel ezeket az oldalakat és tájékozódjanak. <kül> Ennyi. Krisztián? Hát nekem nincs sok okom bemenni, tehát vásárlási célzattal nincs sok okom bemenni trafikba, ugye lévén a csináld magad mozgalom mezsgéjére léptem már egy új ideje a felújítható kazánokkal és a likvid keveréssel, tehát nem nagyon lesz olyasmi a trafikban, amire az én, ami az én érdeklődésemre számot tarthatna. Ha netán mégis, akkor ezzel meg az van, hogy kénytelen leszek. De egyébként már azt is tervezgettük Kingával, hogy nincs Bécs annyira messze, ki kell nézni, autóba ülni, és egy jó kávézás a Dunaparton is, és aztán be lehet vásárolni, mert ne, én nem tudom, nem tudom, megmondom őszintén, jelen pillanatban nem tudom, hogyha előáll bármiféle olyan például egy rokonnak bemenni, segíteni, választani, vagy vagy valami ilyesmi, hogy mi a, a fene lesz. Ugye én nem tettem belában még nemzeti dohányboltba elvi okokból, meg azért, mert nem dohányzom, nem tudom. Érdekes lesz. Igen. Na és akkor Dávid utolsó ö, bekezdése, végül pedig. Ugye nyilván él bennünk a remény, hogy az Alkotmánybíróság észhez téríti a honatjáinkat, és addig talán több ország is az agyához kap Lásd a közelmúlt eseményeit. Eseményei, na, ja, kihagytam. Ö, lásd a közelmúlt eseményeit, a Royal College nyilatkozatát, a franciákat, a németeket és az amcsikat. Tegyük fel, hogy a trafikbuli kútba esik, Hát én ezt nem tenném föl. És az elcigaretta szakkereskedelem zöld utat kap. Hogy képzelitek el az új életet a történtek után? A másik háta mögött dohánykereskedőkkel lepaktálók és a meggyőződéses inkább a roló lehúzását választó boltosok, hogy fognak egymás szemébe nézni? Akkor kezdem én, mert nagy a csönd. Szerintem szerintem a, a Szerintem a CBA-nak, meg a Lidl-nek, meg az Aldinak, meg a Tesco-nak, meg az Osannak a tulaja sem ül össze ö, időről időre, hogy nézzünk egymás szemébe, és mert te előbb nyitottál ki vasárnap, mint én. Ö, piac van, verseny van, és nem a, mindig az volt az álláspontom, hogy nem a másikkal kell foglalkozni, meg abban a hibát keresni, hanem a saját boldogulását nézni az embernek. Ha valaki ennyire kicsinyes, hogy már pedig te a trafikba is bementél, és most meg, most meg mikor ez van, most meg visszatáncolsz, ez nem visszatáncolás. Az nem visszatáncolás. Szerintem. Alkalmazkodik a körülményekhez. Hát. én nekem az a tapasztalatom az elmúlt évek Alapján, hogy eddig sem volt nagyon jellemző a hazai forgalmazókra ez a baráti egymás hátba veregetése és közös szalonna sütés, és menjünk el a Dunántúra együtt és beszélgessünk, mert hogy ugyanabban a, a, a hajóban evezünk egészen most így az utolsó utáni pillanatig, amikor ugye a mecisz összeverbúválódott, hogy ahogy most vannak, akik köpködnek, biztos, hogy lesznek majd, akik döngetnék a mellüket, mert ugye feltételes módban beszélünk, bár a proféta beszéljen Blackyből, lesznek majd, akik döngetik a mellüket, hogy bezzeg, én leúztam a rólót, bezzeg mások nem, és, és, és a többi, de én, én Charlie véleményével értek egyet, hogy kurvára nem ezzel kéne foglalkozni. Ö, a magyar, magyar e-cigarettapiac egyébként rettentően jól tükrözi a magyar társadalom egészét amúgy. Tehát tudod, ez a, a dögőjön meg a szomszédlóval kezdetű fejezet, és tényleg nem volt egyébként itt annyira jellemző a, a kereskedők közt az összeborulás <coughs> és az összefogás. Ugye volt erre nem is tudom, 5-6 éve ennek a, a kereskedő garnitúrának, hogy egymásra találjanak. Hát ez látványosan nem sikerült, nyilván most sem fog. Ha meg visszatáncolás lesz, abban biztos vagyok, hogy a, a trafikoknak meg fogják hagyni a forgalmazást. Tehát semmi nem fog változni. Maximum annyi, hogy akik nem húzzák le a rólót, de nem gondolkoztak a trafikba, azok maradnak kiskereskedők, akik meg a trafikokba is gondolkoztak, azok meg lesznek nagykereskedők. Tehát ennyi a, a hozzáfűzni valóma a dologhoz, de a, az administratív előírásokat tekintve, én most is azt mondom, hogy egy, egy csomó kiskereskedő egyébként is Lehúzta volna a rolót. Pont. ennyi. Oké, okay. következő kérdés bárány Miklóstól. Van-e vala, van valakinek infója, hogy mikorra várható az alkotmánybírósági norma kontroll? Vagy erről semmi nem tudható meg? Egyszer csak lesz valami, vagy ha 20. -a előtt lenne valami, és esetleg számunkra pozitív, az változtatna rövid távon valamit. Például nem kellene bezárni a boltokat, vagy valami hasonló. Biztos, hogy nem lesz 20 -a előtt semmi, erre ne is várjon senki. Az alkotmánybírósági procedúrákat semmiféle előírt határidő nem kötelezi, tehát beadásra kerül a, a, a beadvány, és onnantól kezdve haladnak sorban, és amikor sorra kerül, akkor foglalkoznak vele. Igazándiból teljesen passz. Hogy ebből mikor lesz bármi, 20 előtt biztos, hogy nem, Hát ugye április elején ő, nyújtották be, ha jól emlékszem. Ebből, ha valami lesz, az az, az kizárólag május 20-a után lesz. Oké, okay. valakinek még valami észrevétele? Mehetünk tovább. Ő. Oké. Okay. Mehetünk tovább. Ö lezáródott a kérdés blokk, úgyhogy most már jöhet a spoiler alert és a sorozataink. Tehát spoiler alert. Ö... Na. De akartam ma a párásító csoportba föltenni egy videót, mert nagyon vicces volt, képzeljétek Figyelj el már, a... de ott volt, hogy nekem jött is az értesítés, hogy fölraktad, megkattintottam, és azt hittem, hogy valamit elrontott, és ki is törölted egyből. Nem, az mert mi volt? Az egy ilyen 30 másodperces nit volt, az Unbreakable Kim Schmidt című sorozat második évadjának első epizódjából, egy ilyen vicces kis nit ezt szerettem volna megosztani a, 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 csoportban, és aztán rám pirított a Facebook, hogy ő úgy látja, hogy ez valaki más annak a, a jogtulajdona, úgyhogy én itt ne videózzak jobbra-balra. Okay. Van egy kiszökített, kifehérített natív amerikai származású szereplő a, a, a sorozatban, aki keresi a gyökereit és visszamegy a, a családjához vidékre és egy ilyen vicces szitu, amikor a férfivel avatják a család egyik kamasz kis tagját, és akkor hatalmas nagy körítéssel így boncolgatja ki a kis roncsomóját, hogy igen, és ez a békepipa, ez már a nem tudom én mióta túlél, túlélte ez, túlélte amaszt, írgalmatlan idők óta a család birtokában van, és hogy miket szimbolizál, és ötöbbi és a többi, és egy, és egy, és egy van benne. <laughs> és így néz, hogy ez zseniális. Néz. Csaj pedig közli vele, hogy ez, hát ez tobakó vép. Catherine Higgins is ezt használja. Nem tudtátok? A dohányzás öl. <laughs> <laughs> és az indiánok pedig ott állnak, és így néznek. <gül> <gül> ez kúra, ez keresd már meg, vagy, vagy küldet privát, vagy nem tudom én, hogy, hogy valahogy meg, meghebrákoljuk. Jó, jó, megpróbálom megtalálni a módját, hogy megössze a nagyobb mókás. Na, ami viszont nekem történt a héten, végre sikerült ledarálnom a Black Sales t elejétől a leges, legutolsó epizódig, ahol most állunk, tehát up to date vagyok. Ú, hát ez nagyon kemény mújó, baszki. Ami egy kicsit zavar ebben a, a sorozatban, hogy... hogy három évad után lehet érezni, és ez valahogy engem kicsit frusztrál, és azt veszem észre egyébként, hogy egyre inkább nem csak ez, mondjuk a Nikotéroék is. Ö, e felé mennek el, tehát a, a, az amerikai soranerek, hogy úgy viszik a cselekményt, hogy most, ha visszatérek a Blacklist blacklist a Black hez hogy, hogy mondjuk a belecsapok az évad közepén ott egy rész, a, az előző részben ami történt a végén, na azt befejezzük, ott gyorsan egy válasz, utána a kifejtős rész, a szereplőket boncolgatjuk, és ő, és ki, ki rajzoljuk a, 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 cselekményeket, de nagyon-nagyon szofisztikáltan és finoman, és már az meg történjen már valami, mert már ez már kurvára ki van már fejtve, és akkor az utolsó 10 percben történik valami, ami azért, hogy a következő héten megnéz, puff, nagyon erős vágás, és akkor megint leülsz a következő héten, és, és egy ilyen malom, hogy gyorsan megválaszoljuk, nagyon lassan történik valami, aztán megint egy kérdőjel a végére, a következő hét. Ugyanígy, 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 és ez, ez, ez engem frusztrál. Teljesen jogos észrevétel. Egy kicsit olyan, hogy ilyen ö, történetvezetés mellett már-már már lassan nem éri meg hétről hétre nézni, mert hogy folyton lógva hagynak, hanem már-már igen, igen. Már praktikusabb bevárni az évad végét, és akkor darálni több epizódonként. Igen, és amit nekem ö, mondtál, még nem jutottam el odáig. Vagy olyan jutottam odáig? Nem jutottam el odáig. A derdevilt t elkezdtem nézni, és az S01-et kivégeztem, ott is ugyanez ez a világ fájdalma lassú faszkodás. Mondjuk Borzassó. hogy az, az, legalább Netflix, tehát ott egyszerre ki van egész évad, igen. Ott, ott, csak az epizód ilyen, mert hogy nézheted a következőt. Igen, szóval. igen, 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 igen. <clears throat> Úgyhogy ilyen szempontból az jó volt, és megkapta végre a, a, gúnyáját, mert a faszom ki volt vele, hogy ezt örökké összeszabdalják, összeverik. <laughs> ez mondom, hogy annyi, több, több rajta már cérna, mint a hús. De jó-jó, szódával elmegy, úgy is, hogy Marvel, tehát inkább csak azért nézem, mert Marvel fan vagyok. Meg szerintem baromi jó darb, majd a második évadnál, amikor Igen, igen, ezt Frank mondom, Kászló. hogy még ott annyira nem vagyok abtudét. Viszont-viszont elindult a kedvenc, hát nem nevezném sitcomnak, de a fene tudja, de nem sitcom, Silicon Valley, S03. Zseniális ugyanolyan fasz maradt a főszere, hát nem fasz, ilyen, ilyen ágról szakadt ázott veréb ö, szindróma, de hát az, az egy kibaszott nagy sorozatot. Annyira benne vagyok a sztoriba, fejbe, hogy hogy el nem tudom mondani, az kurva jó. Hogy lesz ceo ból CTO? Annyira látom magam előtt ö, Steve Jobsot, ahogy ugyanezen végigment, csak hát ő, ő nem CTO lett, hanem őt kibaszták a picsába a saját cégéből, Hát az, az egy kurva jó sorozat. Úgyhogy nem tudom, azt nézed -e. Nem fér bele, tehát így oh. majd egyszer kategóriában lóg ez az Charlie, egy részt láttam belőle. Az nem, nem, tudom, hogy nem hanyadik szé Hanyadik széria volt, amikor azt a vén faszt fölveszik igazgatónak. Hát az, az most van, az S03-ban volt a s Várjál hol, már. Hol, hol a temetésem van, hol a lovát fedezteti. Hol hát az a zseniális basz meg, ott fe... és én nem én tudtam elképzelni, hogy egy amerikai sorozat és egy akkora méretes ló, álló lófasz bassz meg benne, hogy így ez mondom, bazek, nincs kikockázva, nincs kivágva. Mi van ez? Ez európai piacra készült, vagy hogy a faszom van? És akkor, hogy elővezetik neki a terméket, azt kiherüli a picsába az egészet, érted? Nagyon. jó, azt szerintem. Tetszett. tetszett csapassat szerintem az elején annyira lehet benne látni ezt a, ezt a, ezt a, ezt a kibaszott szilikonvölgyet a, a, a garánstól előadó éjszak. Igen, igen, igen. Egyébként azt, azt kevesen fordítanak figyelmet arra, hogy megnézzék a főcímet. Mert az is évadról évadra változik, és ha megnéztétek az első évadban, kurvára épült, hát ugye ott van orék, ott van ez, ott van az, száll fel az Uber Luffy. a háttérben a Facebook emelkedik ki kurva gyorsan, és ez évadról évadra, ahogy változik a piaci helyzet, úgy változik a főcím is. Kurva jó. Most az Uber így bele-bele szállogat oldalra egy másik léggömb, ami így toszogatja arrébb. Mindennek megvan a háttér sztoria. kurva nagy még az a főcím is. Egyszer, négyszer-ötször végignézed ugyanazt a főcímet, és az meg tényleg, és ilyen apróságokat észreveszel, hogy bele se gondolsz, hogy még ilyenekre is energiát, meg időt fordítanak. Kurva jó. És ott van a Deadpool, ami, amit meg nem tudtam még berakni, mert az meg nekem nem fér be. Oh, ezt meg kell nézni. Én tegnap este néztem meg a Deadpool mozit, Hú, 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 hú. elmebeteg. Teljesen elmebeteg. Ha még valaki csak szereti... most néztétek meg. Hát én igen, még most, most sem. Mert moziban nem jutottunk el, és most került fel a Linux disztribúció közé. <laughs> nagyon jó. Nagyon liberális az a film. Van egyfajta mert... sajátos humora. <laughs> csak a érdemet rajta. Ja, és hát ne feledkezzünk meg a trónok harcáról. Jó, melyek? tényleg az is elindult harmadik rész, tehát három részt ültünk végig, hogy a kurva havasgyon kinyitja a szemét a harmadik rész végén, és megint várhatsz egy hetet, hogy most basszus, tényleg föltámadt, vagy csak vett egy levegőt, érted? az a, az a fur, valahol olvastam, és talán az indexen egy cikket, hogy hogy ez az a sorozat, ahol itt egyik főszereplő sincs biztonságban, az Mindenkit kinyírnak a gecibe, tehát nem szoroznak érted. Olyan, mint a Walking Dead ebből a szempontból. Hát, vagy olyan, mint most a nagyon merész Blacklist, ugye? Én nem, nem tudok nem. rájönni, Krisztián, és egyre inkább körvonalazódik, hogy az meg, ezek tényleg megölték. Ez igen, én lemerném fogadni. Tehát én, én, már, már semmiféle kiútat nem látok ebből a helyzetből. Tehát ott annyira mindenki elkezdte élni a, a, az, az életét tovább, stb. stb., hogy én nem hiszem, hogy ott valami hatalmas fordulat állna be és kiderülne, hogy á, csak vicceltünk. Tudod, mi volt a legutolsó részben kurva jó ott, mikor? Tudod, az aram mindig biciklivel közlekedik. Uh -huh. <laughs> és nem tudom, oda megy hozzá a. a, a Mond már, ö, ja, ő. Hogy hívják az öreget, mondjad már. Öre. Redington Öre. égre földre keresik Redington, kinéz a kulcsukon, bazmeg az meg ez a Redington, kinyitja az ajtót, és valamit beszélgetnek, és már nem emlékszem pontosan, meg, meg nem is a magyar felirattal néztem, és csak valami szabad fordításban valami ilyesmi volt, hogy na, fogd a bicikli is, azt indulunk. <síthat> Kurva jó volt. Mert ugye a temetőben is úgy ment, amit emlékszem, amikor a sírnál beszélgettek, Cs. hogy oda, oda karikázik, a kis bicikliével leveszi a picajos sisakját. Hát, fogd a sisakot, indulunk. Hát ez kurva jó. Úgyhogy <coughs> ja, és aztán most már érintők, érinthető közelségbe van a last ship. Bizony mindjárt kezdődik. Ne felejtsen senki. Ö, ja, meg elindult ugye a Twelve Monkeys is, ami külön, külön érdekesség Magyarország, Budapest. Ott robbantgatnak hát a... a láncidon, nagyon durva. És az, ha, ja, ezt fel is írom akkor ide, hogy mi volt az ö, 12 majom. És, és hogy... az nagyon durván, nem úgy, mint a múltkor a, a, most indul az is nem sokára a Person of Interestbe, amikor ott a Láncid környékén kóbászoltak, és még föl is a Facebookra egy képet róla, de hamar kiderült, hogy a szögek nem stimmelnek, meg ilyesmi, hogy ott valami összevágott kócsráj volt, hogy ez itt Totalba a, a láncid volt, az annyira Igen, 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 igen. Viszont azt nem tudom, megfigyelted-e, hogy, hogy a, a ezek a nagy terepjárók, az X5-ös BMW-k, mikor tehát természetes életemben nem látta még ilyen kevés autót este a városba, tehát üres volt a híd, nem is ez a lényeg. Befarolnak az autók, nézem a rendszámokat, hát az még mint a szociidőkben, tudod, ez a fehér ö, fekete H-betű fehér háttérrel, Jaja. és én nem tudom, miért kellett ez a kurva nagy kavarás. Nem úgy volt, hogy három betű, három szám, hanem három szám, három betű. De, de kurva jó volt látni, hogy nézem, paz meg az ott a vár. És azt a kiírják Budapest 2016, és láttam fejben azt a kis utcát, ahova ez a hülye, ez berongyolt. Egyébként a végén egy olyan öles nagy izé van, tudod, ez ami így a földből kijön, ez a, ez a megállító akadály, Aha. hogy csak engedélyen lehet oda belépni, és akkor süllyed. Na és ez oda berongyolt, ott akkor természetesen le volt engedve, de azok akik kis sikátorok ott a, a, múzeum körút tól egy picit még a, még a Duna felé. hú, most meg nem mondom neked, ahol az ötödik kerületi rendőrkapitányság van. De, de kurva jó volt, kurva jó volt látni, hogy, hogy, hogy és tényleg nem esett le, hogy mikor forgatták ezt itt. vagy Igen, én semmit nem hallottam róla, hogy ez itt. Pedig itt hát lenne. azért nem kis. Tehát leállítottak baz meg egy hidat, vagy lezártak. És akkor háttérben a, a, a Gresham palota ott is a forgalom fúra leállítva. Kurva jó volt! Jó, az jó ilyenkor így látni, viszont. Budapesten csak mindig egy kicsit félek, hogy nehogy úgy adják elő, hogy orosz mafiózók, meg anyám, kínja, mert akkor fosnak majd az amerikai idejönni, hogy itt még mindig a szocializmus és a vasvűgöny mögött élünk. Szóval volt egy pici ilyen beütése is, de egyébként... Fánli miatt ne félj, az amerikaiak már nem az orosz mafiózók miatt nem jönnek Magyarországra. Van, van saját magyar mafiózunk. <laughs> Igen. Úgyhogy, úgyhogy az is jó, bár már megint annyira erőltetett, vontatott, hogy nem tudom, nálam nagyon kasza közeli, de, de még kitartok. Ne kitartok. ezen akar magára találni a, a, a... nem tudom, hol tartasz vele, én ma értem, utol magam. hát azt hiszem, a, az a harmadik, vagy a negyedik, hát up to vagyok most benne, de ott a másodiknál vettem azt észre, hogy a, a telefonomat nyomkodtam. Aha. Film közben, az nem jó. Omen, azt még egyszer meg kellett néznem, úgyhogy hát... Én attól tartok szó, szó. Én tőle, hogy ez egy ilyen koncepció, hogy nagyon nehezen fog a magára találni, és aztán utána már csavaros meg minden, de csak addig kibekelni valahogy. Na, ez olyan, Ülöm mint már, a Breaking Bad. Akarnak. A micsoda? Hát a Breaking Bad volt ilyen nekem. Anno az, no. az első epizód, vagy az első évad az olyan, fú, de volt. Hát Boris is abba hagyta, aztán utána noszogatni kellett, hogy... Mm -mm. Hú, mennyi úgy... Hát kezdenek beindulni, kezdenek beindulni, és mindjárt megnézem a telefonomat még, hogy mi, mi az, ami mi az, ami jön, mert néztem, ja, hát a, a, az Agents of Shield-et azt ugye, azt ugye ö... az, hogy ne, de hát az már sokadik epizódnál jár. Néztem mondja... a az Expans, az sajnos csak a sci sorozat, az csak januárba fog folytatódni. Kicsit elkenődtem. A bowlers van még két hónapunk. A Banshee, a Banshee. Jaj, a Banshee. Jaj. Ez a Jobb, ez annyira össze... Nézed? Nem. Ó, akkor azt nem mondom, mert fölösleges. A blind spotot azt, azt beszéltük. A crossing lines az nálam elhalt. Mi? Fear the Walking Dead-et nézed? Nem, csak töltögetem, hogy majd talán egyszer, de nem. Krisztián, most... Meghozta félik kedvemet félik, hogy használható sorozat lesz belőle, csak... Figyelj, második évad negyedik epizó, nem, ne, meg meg, levagyok, várjál, nem vagyok lemaradva, jó, ezt be kell Második évad, negyedik epizód, és már kezdenek olyan jegyeket ölteni, mint mikor a táborban voltak az első ö, évadban a, a, a család még a Rick nélkül. Aha. Tehát ö, a, a srász már bekeni magát az évvel, a zombinak a vérével öklendezés, meg 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 egész más dimenzió, hogy a vizen vannak és ott támadják meg őket, és hogy támadják meg, és kik, ezt már nem fejtem ki, de, de kezd fölpörögni a, a, az esemény ő, vele. Nem mondtam le róla, tényleg gyűjtögetem be, hogy meglegyen csak azon, hogy annyira elmaradtam olyan sorozatokkal, amik viszont tényleg explicit érdekelnek, hogy inkább azokat haladok, ilyen volt például most, hogy elmaradt a Sleepy Hollow-ból az komplett legutolsó évad, és akkor azt is gyorsan bedaráltam, meg ilyenek. Tehát amíg még ilyen tényleg érdeklő sorozatok vannak, addig, addig nem tudom előtérbe helyezni szegény Field Walking de, de de nem feledkeztem el róla. Meggyőztél a múltkor, hogy, hogy érdemes kitartani. Úgyhogy meg fogom nézni, de még, még ki tudom. És azt hogy lesz moziba Warcraft film. Ja, igen, igen, igen. Igen. Én azt nem. Az nem előzetes. Maradtam. Hát az évek óta tudni, hogy, hogy készül, é, meg most minden. Meg jött a de magyar jó, hát ez olyan, mint a Doom. Magyar Há, szinkronos már, előzetes. Már moziba is filmek előtt tolják az előzetesét, igen, ez már nagyon dudál a kanyarba. A minap láttam egy nagyon aranyos képregényt, ilyen internetes képregényt ezzel kapcsolatban majd berosáltam. Nem tudom, ki játszott vele, ki nem játszott vele, de hogy ugye képzeletbeli szitu az első vetítésről, és egy ilyen bazi nagy ork harcos, és meg egy kis goblin ember kell, a hóna alatt egy kacsa, hogy jaj, hatalmas harcos, kérlek, kérlek, szedjél össze öt sárga virágot a kertemből, hogy te főzhessek belőle, mert nagyon beteg a kacsám, és szüksége lenne rá. A következő képkocka, a hatalmas ork harcos szedegeti a sárga virágokat. És aztán megköszöni a, a, az emberke, meg minden, és a következő képkocka így ül két kockafejű arca a, a, a nézőtéren, és így leesett állal, hogy mennyire életű ábrázolása a játék hangulatának, úristen! <tosz> néztem az előzetes, nem ez lesz, <tosz> Nem, nem, de hát a játék ugye tényleg erről szól, hogy amikor az ö, öt sárga virágodat összeszedted, akkor a következő heroikus küldetésed a tíz malacfarok. <laughs> de nem, hát nyilván epikusabb lesz ennél a a film adaptáció, de én nagyon várom. Na, én meg azt várom, hogy küldjétek el nekem a, a hanganyagokat, de most még egyszer megemlítem, mert ezt mindig elfelejtem megemlíteni, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük azoknak a támogatóknak, akik hónapról hónapra beixelik a patrónuskodást, és megtámogatnak minket egy-kettő, öt-tíz, vagy akármennyi dollárnak megfelelő forinttal, mert abból van nekünk mindenféle okos cuccunk, amivel még prób lehet a, a hangunk, még ha néha úgy is tűnik, hogy nem, de mindent ki ö. kell tapasztalnunk, és ö, igen, úgyhogy mi dolgozunk ezen, de köszönjük szépen a támogatásodokat itt is. Ott bizony, van a bizony. bejegyzés, bejegyzés alatt az a kis narancssárga gomb, ha azt megnyomjátok, hogy Patreon, akkor oda juttok a mi Patron oldalunkhoz, és ö, ott tudjátok megnézni, hogy miről is szól ez az egész tulajdonképpen. Most viszont 45 másodperccel a nyers adásidőn túl vagyunk, úgyhogy már, hogy a két órán, bocsánat, é, azt é, elfelejtettem mondani, a két órás adás. Adásidőn... Innen is üdvözöljük Vackó Attilát. Ú, ne mondd ki, ne mondd ki! Jaj, jaj, nem szabad kimondani! Üdvözöljük az ECG Voldemortját. Tudod ki? Vagy, vagy tudod ki. ő az, a, aki a Derdevilben ez a dagi, hogy hívják? Az első évadban tudod a akinek szintén nem mondták ki a nevét, mert egyébként le, lekaszaboltak a gecibe. Igen, Wilson Fisk. Igen, Fisk, Fisk. Miért nem mondanám ki, hogy Fisk? Abba a pillanatban megdöglött. Na, úgyhogy ő a Milackó Attilánk. Ja, úgyhogy ki volt ez a Darth vader magasságúba emelkedő kazántárs? Én voltam fisk. az elemér típusú udvarval. Elemér is az van, Krisztián. Neked is eleméred van? Vagy Károlyod? Mind a kettő. Oh. Úri ember nem csibész. Nekem Nagyon. még kéne valahonnan egy K-típusú kazánkát szerezni, hogy kipróbáljam azt is, mert itt van Elemér és káro is. és, is. Mind, mint és fej bele. Fej, 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 aha. Tudok is és... fejet, Sárlik kérlek szépen, fussunk össze, amúgy is a legvided miatt össze kell, hogy fussunk. Ezt akartam mondani, hogy, Na, hogy ö, most kóstoltam, amiben volt ilyen gránátalma is, és ízlet, úgyhogy én. Kóstoltad már? Hogy ne, hogy ne. És milyen, milyen, milyen? Fincsi, abszolút. Na. Nagyon kellemes. Jó, jó, erre nagyon kíváncsi vagyok. Hát most nem ígérem, hogy holnap. Ja, hát helyett azt mondom, hogy ö... Ö... nem ígérem, hogy holnap, mert holnap sokáig dolgozom, de ö... valamikor ő a héten esetleg ő, mert kíváncsi vagyok a, a likvidre is, meg összehasonlítanám a kettőt, hogy milyen egymáshoz képes, mert ez a ö, ahogy Blacky szoktam mondani, ez a felhőbaszó nem rossz, csak ízben nekem kicsit karcsú, így az origenek ö, meg a typhoon után, de hát majd meglátjuk. No Úgyhogy, Erre jársz majd akkor szó, cipom, á, össze, Csak azt ne azt mondjam akkor, jó. hogy, izé, hogy a Széchenyi hátsó bejáratánál vagyis, hát már most már tudod? Most már igen. De van, <tops> van egyértelmű hely is, amit megtalálok minden körülmények között. Ezt felvonulási teret is elrontanád, melyik sorkában? Hát de a most... vénáját nem találná el, ha érted. Igen. Pedig egyébként remekül tájékozodom. <laughs> zseniálisan jól tájékozódunk. Kivéve mikor nem. Szakadó esőbe, stb. stb. már nem annyira plán. A Városliget az egyetlen ilyen Bermuda háromszögem, hogy ott bármilyen körülmények között képes vagyok eltévedni. De komolyan egyszer a hogy Pántlikából jöttem haza, nyíl egyenesen, semmi egyéb dolgom nincsen, mint hogy nyíl egyenesen elmenjek a Petőfi csarnok mellett, és tovább menjek egyenesen, és így eltévedtem hozzá felé. Édes, tőlem, fel. Édes <laughs> a zépe, Istenem. Jó, Krisztián, akkor olyat beszélünk meg majd, ahol, ahova mind a ketten oda találunk, okay. ahol már csorog a nyála, a gránatalmás szirupra. Úgyhogy találkozunk, ha máskor nem, akkor jövő héten az adás felvételnél. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, akik hallgatták, azoknak köszönjük, hogy végighallgatták, a patrónoknak köszönjük, hogy támogattak bennünket. Jövő héten ugyanit. Sziasztok! Egy élmény volt veletek, sziasztok! Köszi, sziasztok!